uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, sziasztok. Hello Feri, jó reggelt mindenkinek. Hello. Itt vagyunk újra csütörtökön már, lassan a hétvégébe nézve, nem? Lassan, lehetne gyorsan is, mert azért ez a szerda reggel, hát nem tudom ti, hogy vagytok vele. Igen, de kedvenem. Hát nekem egy picit nehezebb. A szerda van? Igen. Ja, mit gondoltam? Ugye csütörtöket mondtam. Hú, akkor még nagyobb a baj nálad. Mármint olyan értelemben, hogy... Valamikor úgy ébred az ember, hogy nem tudja elfogadni, hogy olyan nap van, amilyen, nem? És mennél a hétvégébe, én úgy érzem. Igen, vagy valami olyat csinálsz, amit másnap szoktál, én nem tudom, de hogy én ma fixen nagyobb összeget föltettem volna, hogy ma csütörtök van. Hát akkor most neked egy picit távolodott a fény az alagút végén. Nem, jó. Szerda van sajna. Jó, ez nem jó hír. Szerda. Több szempontból sem. Ne durcizd be azért. Ráadásul értekezletünk is van akkor. Miért kell? Most megértem. Csütörtökbe kellett volna tartanotok. Mindig, amikor csütörtököt mondok, hogy csütörtök... Ez most visszahúzott. És akkor 10 óra lenne, így indulnál el. Ti csütörtök, és szólnánk, hogy Bazsi, be nem, a nem. Igen, egy napot még lépjél vissza a hétbe. Ó, igen, hát akkor ez viszont egy nehéz. Hát, igen. Tegnap nagyon későn értünk, hát együtt voltunk jó darabig, aztán én még egy picit maradtam is, mert nagy nehezen haza kecmeregtem, és hát borzasztóan kész voltam. Az év egyik legrosszabb mozgás sorozata van mögöttem, ami abból áll, hogy az egyik lábamot teszem, a másikot a magyarul futni voltam kint, de bennem borzalmas volt. Ez tök jó, amikor mondjuk egy félmaraton előtt, ami úgy hétvégén lesz a Nike félmaraton, én azon indulni fogok. Vasárnap az ember mondjuk az utolsó előtti futásnál azt érzi, hogy a fele nehezen megy le, nem hogy a 21. Hát, hogy kivegyek, és futok 10 kilométert, és akkor atya úristen, úgy nehéz hogy lesz. Fogom? Nem, az a baj, hogy ez nálam így szokott lenni, mindig az utolsó előtti néhány alkalommal, így mintha nem is csináltam volna egész éve semmit, tudod, hogy szétesel valahogy az egész, de mindegy. Amikor ott leszel, akkor lefutod. Ez borzasztó. Na, ilyenkor jönnek egyébként jól, amikor egyrészt szerda van, nem az év, hanem a hét legutáltabb napja, és amikor tényleg ilyen nagyon-nagyon elgyötört vagy, akkor megveszed a sportot, és akkor arról olvasol például, hogy van egy olyan hosszú távú szörnyű, aki már elmúlt 60 éves, és 5-ször futott neki a Havanna, Florida távolságnak úszva, nyilván, hát ugye a hosszú távú szörnyűről van szó, és 5. alkalommal sikerült ezt neki teljesítenie, vált egy csekély 53 óra alatt. És mindig visszadobják őt Floridából, ha van. Nem, hanem sose sikerült eddig. Eddig nem sikerült neki soha, mert rommá csípték általában a medúzák, például, meg eléhezett, meg stb., de hogy 78 óta folyamatosan próbálkozott, mert ő azt mondta, hogy nem szabad feladni. Hát és akkor ilyenkor ki vagyok én? Ugye, hogy aki ide bejönni, és ne legyek vidám, és ne toljam szívből ezt a műsort, de és az... ne örüljek neki, hogy megint láthatlak meg. Jó, de most a futásodról volt szó, nem a műsorról. Na azért, na hát a hétvégén nem elhizett, 16 kilométernél majd, ott szokott jönni nálam a Holtmund félmaratonon, akkor ott majd erre fog gondolni. Az pont az ülő, azt mondja, nem az ülői út, hanem a nyugati téri felüljáró. Ott szokott Monspar-sorolta állni, és akkor ott tapsol, és akkor hajtja az embereket. Szerintem ő is tudja, hogy ott már az emberek kezdik így nagyjából így elveszíteni a fonalat, meg a lelkesedést. De Monspar-sorolta csak vizionálod, vagy ő tényleg ott áll? Ott áll, nem, ott áll mindig. Aha. Mindig ott áll. Ezt tavaly is mesélte, hogy mindig ott van. Hát nem tudom, vagy arra van dolga. Szerintem valami bolt. Van ott valami vásárló. Picit ért a futásra, és szerintem tudja, hogy az utolsó kilométerre kell a biztatás. Na, ott fog majd eszembe jutni ez a hosszú távú szónő. Jusson eszedbe, azt mondta, hogy ha most nem sikerült volna, nem próbálja meg többen. Cápa ketrec nélkül úszott. Így van. Tehát ez a lényeg egyébként. Múltkor visszaforult, meg kihűlt, előtte medúzák csípték, meg majdnem belehalt. 86-ban hullámok voltak, meg átment rajta egy tankerhajó. Tehát, hogy ilyen... Valami mindig van. Valami mindig volt, most úszott itt. Valami előtt balra, most már jobbra, most már hajó csavar alatt. Ja, egy hosszú távú. 160 km. 150 vagy 160 km maga a táv. Igen, a Balaton hosszában 78. Hosszában. Aha. Mi keresztbe úszunk, ugye? Igen, a Balaton átúszás. És azt is ugye, ahol vékonyabban. Érdemes ezen elhagyalgatni egy kicsit 53 órán keresztül óceánban úszni. Alszol a vízben, eszel, pihensz, úszva alszol, alva úszol. Aha. Kúszva mászol, mászva kúszol. Úgyhogy a Lamans is nagyon sok embernek mondjuk így a szó átvitt, hogy soha értelmében is beadja a kulcsot. Hát, hogy ezért
Ő pedig egy ilyen kis laza, ha vanna Flóri. Igen, nem ugrasz neki edzés nélkül, nem? Hát, ez igen. Ha csak nagyon nagy baj nincs, tehát ha nagyon tehát csak úgy elkülni, akkor esetleg. Csak a betyáros, huszáros lendület nem visz neki. Igen, gyere, úszunk egyet, azért ennek úgy nem ugrasz neki 160 km. Le a kalappal előtte. De egyébként szerintem a Nike-n is, meg általában a nagyobb versenyekre is, amiken leginkább nézőként szoktam elindulni, hosszabb távoknál, ott is mindig látok olyan hölgyeket, urakat, akik vagy a koruknál fogva, vagy a, mondjuk például a testsúlyukból fakadóan, nem úgy tűnik, hogy már nem a futásra van a kódolva, és letolják. És amikor azt látod, hogy egy 80 éves ember beszalad a célba, és egy ilyen földön túli boldogság van az arcán. Érted, azután 42 kilométert letudott, hát az zseniális. Ja, még marad, 80 évesen maraton. 80 évesen még van, aki maraton fut. Atya Isten. Hogy a baj? Mármint kinél, ugye? Nála nincs baj. Óriási, le a kalappal előttük, fantasztikus emberek. Most is lesz biztos ilyen induló. Biztos vagyok benne. Biztos indul, gyerek, felnőtt, mindenki. Így van, kerekesszékesek is lesznek egyébként. Úgyhogy... zseniálisak ezek a kis rendezvények. Hát, hogyha ugye menni fog, mert a tegnapi teljesítmény alapján... Nem, hát ilyenkor már az ember már akár a, már bocsánat, taknyanyálán csúszva is, de bárhogy bemész. És milyenkor a trükk? Mit kell csinálni? Tehát hazamész, fölfozod magad, és azt mondja, Jani, meg tud csinálni. Nem, arra gondolok, hogy nehogy véletlen Kovács Kokó István előttem érjen célba. Ő is indul? Ő igen, ő most rendszeresen fut egyébként. Most már azt hiszem, hogy lassan, hát az olimpia óta. Az olimpia, amikor ugye beszélgettünk vele itt adásban, akkor is kijárogatott már, azóta ő rendszeresen tolja. Az volt neki az elképzelése, hogy ebben az évben azt hiszem, hogy lefut, nem akarok utaságot mondani, de valami 2300 kilométert tűzött ki magának célként, hogy ennyit. Aha. Ennyit ő mindenképpen le fog futni, és hát úgy tűnik, hogy ez menni is fog neki. És ez valamiért fontos, ez a 2300? Neki. Hát ja, de célként, hittem, kell a cél. Ja, kell igen, a cél. Értem. Csak mert ugye úgy szokták csinálni, hogy valamit, 2300 okoz jelent valamit, úgyhogy úgy, ott lesz, és úgy tudom, hogy egyébként kerekesszékes indulót is fog, vagy pedig mozgássérült futót is fog ő kísérni. Aha. Úgyhogy egy ilyen kellemeset, ha hasznossal, széppel párosítja. Úgyhogy, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ilyen ismert ember lesz még rajta kívül is. Jó van, futkározatok, csak jó az. Kell az, nem? Hát azért Horváth Évát megnézni. Tessék? Horváth Évát csak megnézni, hogy befut. De mikor a rajtnál vagy, hogy csatakos? Na a végezik. Csatakos. Csak a csatakos. Szétesve vagy még egyben? És ott áll a Feri Elizével egy a slaggal. Egy ilyen félig megnyitott városligeti csapná. De jó neki vagy, nem? Igen? Igen. Igen? Már csak a humor a vége. Ja, van neki. Egyébként nem rocsal, de valahogy nekem már annyira régebben kicsit jobban nézett ki. Ez a rémétek sorsa az ilyen. Hogy ugye van egy korszak, amíg még... átlépett egy másik kategóriába. De szerintem az is egy igen. Az egy más típusú... Igen, a mature. Hát szóval az még szállam, nem mature, nem. Hát azért annyira ne rohagyjunk előre. Így van. Egy jóféle milfékezd. Így van, de felső kategóriás. Egy nagyon felső kategóriás milfékezd előlépni. Igen, a maturán még nem, a granny a szóba se jön, úgyhogy... De jön az is. Igen, azt gondolom, hogy talán ezt a fogalmat meríti ki ebben a szubkultúrában, hogy egy jó ízlésű, kellemes milf, nem? És minden kategóriában van alsó, középső és felső szegmens, és én azt gondolom, hogy mondjuk a saját kategóriában ő a felsőhez tartozik. Abban a kategóriában mindenféleképpen, igen. Na, ne csapogjunk. Így van, Feri hozta szóba egyébként. Kérdezted, hogy kimennék-e megnézni? Nem mondtam azt, hogy zavar, hogy szóba hozta. Ja, csak a tétlenségi kedvére. Mondom, hogy ha már kimennék, akkor őt megnézném. Úgyhogy ők is lesznek. Ilyenkor lekötik, tehát azért nem libeg. Leszikszalagozzák, cellukszozzák, leragasztják, tehát nincs. 21 kilométeren minden mellterem fölpofozott magad, azért az úgy nehéz. Kicsit agyombernek az ikrek, az nem annyira jó. Még egy fél mondat, hogy mondjak azért a futásról, mert lesz egy ilyen... Nincs arról beszélni, speciál, nem tudom, hát, tudom, hát a sport mindenek felett, ugye? Hogy lesz egy ilyen kis kezdeményezés Stercel Hildával, Erős Zsoltnak a feleségével és Snow Andreával, aki egy jótékonyságú futó nagykövet, mondhatni így. Egy olyan kis akcióra készülünk, hogy a Zsolt emlékének adózva egy olyan pólóban fogjuk lefutni ezt a távot, amin gyakorlatilag így az ő emlékét tovább ápolva lesznek mindenféle feliratok ráutalva, és ezért a futóverseny előtt
majd lehet velünk találkozni a Fuss Budapest tábla alatt, és ott lehet csinálni velünk adott esetben egy közös fotót. Nem titok a célja ennek az egésznek, hogy egy későbbiekben létrejövő alapítványnak a munkáját vezesse föl. Ez a Hópár utca alapítvány lesz majd, ami alapvetően sziklamászókat, termimászókat, expedíciós mászókat szeretne majd támogatni majd abban, hogy arra az útra, arra az ösvényre lépessenek, amin a Zsolt is nagyon sokáig tudott haladni. Ez jó. Ez mindenképpen. Úgyhogy ha valaki akar velünk fotózkodni, Hildával, Andreával, illetve velem, akkor az majd megteheti közvetlenül a verseny előtt 8 órakor a Fuss Budapest tábla alatt. Menő. 8-kor már ott vagytok, te jó, és akkor fordulok a másik oldalamra. Jó vasárnap reggeli. Jó vasárnap reggeli 8-kor. Valamiért fölkelnék, na ez nem az. Igen, éve. nekem is. Van, aminek van sportértéke, de számomra ez igen. Van ennek sportértéke? Hát sportértéke van, persze, aki szereti. Rácsörgünk, ha nem kapcsolatkérdés. Jó, hívjatok már föl 8-kor. Mivel azt már föl leszek, már a gyerek föl nem, szerintem 6-kor hívjon, hogy még oda tudj érni a közös fotózkodásra. Igen. De most írják, hogy Gogó 2013 kilométert fut idén, azt meg, hogy nem kell megmagyarázni. Mű. Írja valaki. Lehet, hogy éppenség elő. Akkor mindegy, hogy ki írt egyébként. Köszi. A néni nincs jó állapotban, amikor kiszedték a vízből. Kicsoda. Ezt a, akire visszatérünk, ez a hosszú távúszó. Kuba partjait, ott 166 km 55 óra, van róla egy fotó, mikor kiszedték a vízből, picit felázott a bőre. Igen, kicsit puffadított. Úgy érzem, hogy azért egy ilyen kis, nem is tudom, valami vízhajtó, vagy valami azért lehet, hogy segítene neki regenerálódni. Szegény, azt írják vele kapcsolatban, hogy, hogy a legnagyobb problémát az jelentette, hogy egy idő után már a szervezet nem fogadta el a táplálékot, hát jött ki belőle minden gyakorlatot, amit bele passzíroztak. Hát ez jó, a követő hajó akkor tudta, hogy merre kell menni, nem? Van egy csík. Ráállt a kondens csíkra, és szépen haladt. Hát nyilván a kisebb gond, de elkezdte a faunát ott etetni. Még engem csak a cápa érdekelne, nem? Most föladom, de azért ott valaki ott kicsit belét kóstol, azért az elég meleg. Azt mondják, hogy egy 35 fős tábbal ment együtt, és ugye a búvárok azok folyamatosan hesegették ugye a halacskákat. Aha. Tehát, hogy ott azért odafigyeltek rá. De hát, hogyha valamit egy cápa akkor azt el is éri általában. Tehát, hogy aranyos, hogy ott egy búvár. Szerintem inkább ez a hesegetés ez annyit jelentett, hogy ők voltak a beáldozhatók. Tudod? Ott hoztáló, ne is. Sali búvár. voltak feláldozhatók is. Igen, ott a Jet Li is, vagy Jesus tette. Az jó, ha ilyen illusztrált társaságban úszott az. De azért annak a búvárnak is kellemes lehet, nem? Egyébként, aki így végigkövet így a táv egy részén, nyilván a tőket azért váltogatták rendesen, és az a feladata, hogy mondjuk a cápákat elhesegesse. Aha, jó hát, feladat. Jó meló. Tudod, hogy te vagy az első lépcső. Na mindegy. Meddig van még ez a rohadt nagy szél, vagy mit mondanak? Ma már nem lesz? Ma állítólag csendesedik. Meg igen? Te mondtad tegnap, hogy mától jó idő van, ne szórakozz el, délutáni programot tervezünk a srácokkal. Na, mi a progi? Ja, csak ez a vég, bemenni egy kicsit a városba, mi nem voltunk már 4 hónapja, vagy 3 odabenn, semmi, megnézni, hogy áll a belváros, fölmenni a várba, ilyenek. Elhozzuk őket az oviból, az alvás után. Libegőzni akarom már gyereket elvinni. Na, az jó, vigyed. Föl lett őket hívni, fölhívtam őket, mert hétfő nem menjek, karbantartás van. Kedden nem menjek, nagy szél van, érjek oda 17:30-ra, ha még le is akarok jönni, mert egyébként fennmaradok. És így ezt elmondják, ez tök minden, jó. Tök jó, fölhívod őket, tessék libegő, nagyon retro. Nagyon jó, tessék libegő. Mondom, jó, pedig meddig kell odérni, hogy le is tudjak jönni. Áh! 5 óra, 6-ig vagy itt, áh! Kizárt! Mondom, se itt vagyok a sarkon, azért ne temessük. Most nagyon bele kéne húzni. Mondja nekem valami idősebb úriember. Hát nem mondom, mégis. Hát még legalább 40 perc van. Hát mondom, azért 40 perc alatt lehet, hogy ezt meg tudom csak. 40 percet meg tudom ugrani. Ha utána jön már, akkor fönnmarad. Azt gondolt, hogy Cseperről jössz, biztos. Igen, hogy valahonnan nagyon messziről, de egy jól érezte, nem értem oda. Már hogy nem is indultunk el, mert mondtam, hogy nem, rohanni nem akarok. De nagyon kultúrát. Felveszik, elmondják. 17:30-ra, ha odaérsz, akkor még lehoznak. Utána már csak fölfele. Old meg alapon, fakultatív módon a lejutás, onnan azért nem egyszerű. Lefele a libegő alatt le tudsz jönni, az egy edzőpálya egyébként. Hát igen. Használják arra. Hát jó, csak én még csak legurulok, de azért egy 4 éves gyerekkel azért az pont 3 perc után, apa vegyél fel a nyakadba, tudod, és azért utána egy ilyen masszív. Várjátok előre, megyek, megnézem milyen. Igen. Ezt ne csináld utána. Mindig így megyövök le a hegyről. A nevem veszélyes. Szólítsanak veszélyesnek. Ja, az viasz, kirög. Igen. Tehát én még csak lesétálok, de tényleg ő a harmadik percben mondta, hogy vegyél fel, tudod. És akkor ja. Ott viszont meg már azért egy ilyen 2 méteressel, ott kicsit máshol van a súlypontot, hogy ott lefelé botorkálja. Úgyhogy
úgyhogy kimarad. De hogy csinálják, hogy ott a gyerek elkezd fészkelődni, akkor nem esik ki? Hát ott magadra hajtasz valamit, mint a sífelvonón, de ott megnéztem, egészen kicsiket is felvihetnek, nem stresszelnek ezen a libegőn. Hát úgy van, hogy kapaszkodjon. Hát most a te gyereked, nem az övé, mit stresszeljen. Igen, mondjuk nagyon-nagyon nem tudsz esni, mert 4 méter alatt már családjázak vannak. Igen. Maximum beesel egy ilyen egy te a délutánba. Este nézhessem mindenki. Hogy ez egy név. Ki az ünnepe? Hogy ott hogy laknak emberek, vagy miért laknak. Az vagy, nagyon vagy, vicces. Azt gondolod, hogy kimész a kertedbe, és percenként 40 ember megy el a kertet felett. És ott jössz, mész, főzöl, sütöget, kerti partizol. Szinte be tudsz csöngetni egyébként egy-két helyen. Annyira közel mész a kerítéshez, a kapuhoz, hogy szinte kinyújtod a kezed, meg tudnád nyomni a gombot. Én is mindig ezt nézem. Én hogy tudom, hogy egyébként mi van ott, hogy ott nem arról van szó, hogy ők szeretnek ott lakni, ott arról van szó, hogy ők megépítették a házat, egy este még nem volt semmi, reggel kimentek, már látták a drótpályát, azóta még nem tudják eladni. Tehát gondolod, hogy oda ember önszántából lett, hol lakik? Hát jöjjön, nézze meg, hát ha nem veszi észre, hogy a libegő alatt, érted? Ne, csak jobbra nézzen, a csodás panorámát. Vagy el akarod adni, kiúztak egy ilyen pergolatetőt, vagy valamit, hogy ne tudjál fölfele nézni. Mikor megvetted az ingatlant, akkor azt elhúzták, és rájött, hogy a libegő alatt vagy. Elképesztő. Én azt egyszerűen, azt annyira kell szeretni, vagy mondom, az oda titokba épült, és azt mondták, hogy mi lesz ez? Semmi. Semmi, csak néhány oszlopot felhúzunk ide. De minek a drótpálya? Semmi, nem kell aggódni. Csak áruszállítás lesz. Havonta egyszer viszünk majd föl valamit a kilátóba. És másnap ott ültek a turisták és mentek. Szóval az döbbenet. Na mindegy. Hát vagy becsöngettek és mondták, hogy mondta az illető, 70-be épült, ugye? Mondta az illető, hogy hát én nem szeretném, ha lenne itt egy kus legyen. Lesz libegő. Nem nagyon gondolom. Ja, jó, akkor jó. Akkor szerintem legyen bőrkabátos ura. Igen. Valószínű ez volt. Én is támogatom akkor az ötletet, legyen itt mindenképpen. Van egy jó és egy rossz hírünk, melyikkel kezdjük? A rossz. Na, pont itt libegő épül, a jó? Önök ingyen használhatják. Nem? De nem könnyű. De király. Igen, ha föl tudnak kapaszkodni. Ha nem sétálnak le a megállóba, és vegyék meg a jegyet. Google-ba közlekedjenek a saját keltőjükbe, különben fejbe rúgják önöket naponta többször is. Nem fekszik őszintén napozni. Nem. Ugye? Nem. Tényleg gondold el, hogy milyen, amikor ott laksz, gyönyörű, csendese, és egyik napra a másikra valószínű közölték veled, hogy tényleg itt egy libegő megy. Van olyan, hogy én nagyon sokat libegőzöm, és konkrétan tudom, hogy milyen ház jön, milyen után. Van olyan, ahol leugrasz a libegőről, be tudsz ugrani a kertbe, van olyan, ahol be tudsz dobni a szobába. Tehát olyan részek, főleg az elején, utána már azért, ahogy jön a bicikli utat, eltávolodik. De a libegőre, hogy felszállsz, utána egy, mit tudom én, egy 100-200 méteren keresztül, az valami döbbenet. Tehát, hogy ott konkrétan látod, hogy tesznek, vesznek, mit főznek, mit csinálnak. De hihetetlen. Na mindig menjetek el egyszer oda is, az jó, nem ez jó ötlet, most fakultatív programokat szervezni, de 5-ig vagy 5:30-ig kell odaérni, 6-ig van nyitva. Aha. Ha 5:30-kor még fölmész, akkor még le tudsz jönni. De akkor csak annyi fölment, és már jössz is le. Akkor nincs, ha előbb oda érsz, akkor tudsz egyet sétálni. De ne telefonálj, mert bármilyen napszakban telefonálsz oda. Nem érnek már ide. Ha most 5 óra, ha most odaérünk, le tudunk jönni. Felejts el, fiatal. De uram, itt állok a libegőlet. Egyszer láttam valakit, aki odaérne az is. De tök jó, tessék, libegő. Ez egész annyira retro, hogy az imádtam. Gondoltam, teszek egy próbát, félvom őket. Úgy se veszik föl. És hétfőn a karbantartási napon is fölvették. Mondták, hogy ma ne. Én gyerekkoromban rettegtem tőle a felszállástól, mert ugye be kell állni, van egy kis jel, felfeste, beászod, és akkor így alád megy. És nekem volt, amikor így legázolt. Egy hangya, és akkor kizért, utána futott, és belekapaszkodott. Mindig láttam a lelki személyemmel, hogy itt húz maga után, és akkor így ízik, kapaszkodj, Jani! Bizony, a sífelvonó ugyanez, csak ott még léc is van a lábadom. És ott úgy kell elképzelni, hogy ráállsz egy pályára, és egy ilyen futószalag az bevisz téged előre. Tehát a léccel mész egy futószalagon, megy a futószalag közben fordul mögéd a libegő, ugye, és a futószalag lassabb, mint a libegő, és te is mész a futószalagon, meg a libegő is egyszer csak alád megy. Tehát ott kell szakkörözni. A kapura enged a futószalagra, szépen gurulsz, és közben mögéd jön a libegő. És akkor úgy ugrassz föl. Snowboardál vagy? Ennél viccesen már csak az a tökös felhúzó, amit így be kell akasztani, és közben ugye csúszol a lábadon a halon. Hát az ilyen, igen, azok ilyen nagyon az a régi, nem? Nem is az, hogy régi, kicsi pályákra teszik. Aha. Tehát magas az nem húz föl, hanem azok rövid pályák, vagy kis pályák, vagy gyerekeknek, vagy kezdőpályák. A Szlovákiában még elég sok van, az a tárcsás, úgy hívják. Mire ha nem tudod, akkor ráülsz. Na most eleve ráül nem lehet, mert nem tart meg. Aha. Viszont ha egyszer azt fogod, nem kell engedni. Elesel,
láb. Igen. Égnek a lábakat, ugye a lécet, mert ha a lécet leakad a földbe, az leold, ugye? És abban a pillanatban fönn a láb, és húzod magad bogártánccal. És egy hógolyó megy föl. És egy hógolyó megy föl. És többen meg kívánk, hogy tarts ki, ne engedd el, te nem akarsz még egyszer beállni a sorba, mert mondjuk a Szlovákiában sírsz ott egy óra egy sorban, és akkor háton felhúzod magad. Mindenki, nézzétek, milyen bevállalós. Hát milyen sokszor csináltuk, mikor Szlovákiában sieltünk. Ott, ha egyszer odajutsz, kész, nem engeded el. És ott olyan, hogyha kijössz a nyomból, akkor már eresel, tehát ott mindig a nyomban kell maradni. Ez egyébként elég nehéz. De hát igen, vannak fokozatai. A legjobb a kabinos már. Akkor beállsz a kabinba, aztán fölvisznek, beállt a 21 egy kis libegő kabinba is fölvisznek. De van olyan Olaszországban, például Franciaországban is sípák vannak, hogy fűtött az ülés. Tehát édesem. Tehát beülsz a fűtött ülésre, és még magad elé hajtasz egy plexit, hogyha kicsit vihar van, akkor ne bántson téged a hó, és úgy ültök mondjuk egy 8-as felvonó, vagy 6-osba, fűtött ülés, plexi előtted. Tehát azért vannak azt fokozatai. Komoly, az nem túlzás már? És vannak olyan helyek, ahol húzzák alattad a sípáját, és csak állsz. Nem túlzás, kicsit át vagy fagyva, jól esik megmelegedni, van azért, ahol egy 15-20 perc is, mire fölér a felvonó. Tehát például a plexit magad elé hajtod, azért ott ülsz a felvonón, fúj a hideg szél, jön a hó, nem látsz semmit, nem tudsz beszélgetni, lehajtod, csak egy plusz szolgáltatás, lehajtod magad elé a plexit, és úgy utaztok fel. Igen, mert plexi nélkül a végén már úgyis mosolyognál, hogy nem akarsz. Ott kicsit dámbos. Ott dámbos vagy, a dámbos vagy a végére már egy picit, igen, ne nyard meg a korlátot című. Jaj, tényleg, ez most a síszezon kicsit el is kapott. Hát lassan gondolkodhatsz benne. Hát figyelj, jövő héten nem vagy, rá két hétre, ha már van hó. Ugorj. Most jövő héten nem vagyok egy hetet, de ezt október elén ki kell ütnem egy 10 napot, hogy hát a fél, ne viccelj. Gyerekek, Franciaország, Olaszország már nyitnak a sípályák lassan, úgyhogy valamit ki kell találni. Közös jelés? Hogyne. Nem? Idén sem? Én tervezem. Már mit? Mit? Hát miért a hosszú távú 75-78-ban tervezte el azt, hogy majd áthúzza ezt a Havana Floridát. Én is tervezem, hogy valamikor majd rámegyek egy ilyen izére rózsaszínű pályára. Új, rózsaszín pont. Biztos fali. Hát gondoltam meg, hogy a leglájtosabban. Csinálunk, a feketéből és a pirosból csinálunk egy rózsaszíneket a kettő között. Na, hogy állunk játékkal? 2-0-ra viszel egy nagyon kedves család ellen. Ja, hogy állunk, hogy álltok? Ó, úristen, tényleg, a ki család. És a bicskeiek. Hát azért figyelj, továbbra is tart a Kishegyi versus Balázs. Igen. Kishegyiék. Összecsapás sorozat. Igen, Kishegyiék rám szálltak, mondhatni. Hétfőn kicsináltam a lányukat, 9 éves volt. Apa berágott, tegnap betelefonált, hogy ő akkor most bosszút akar állni a lányáért. Sajnos ő is kapott. Most a Kishegyi család, Kishegyi család? Így van, Kishegyiék. Kishegyiék? Most ők tanakodnak, hogy kit lehetne még csatosokba állítani. Várunk egy lelkes nagymamát, nagypapát, esetleg anyukát, Réka testvérét, aki még kimer állni, jöjjön. De csak vér szerinti rokonért, tehát szomszéd nem. Figyelj, ha van valami nagyon lelkes nagybácsi idézőjelesen, vagy rámuszítanak egy szomszédot, én örülnék a rokonnak, ha még van. Az egész családon végigmegyek. Én úgy éreztem, hogy ők nagyon elszántak. Tehát, hogy ez egy vendetta a részükről, ezt ők végig fogják csinálni. Ha beletörnek, akkor is. De szerintem már a bicskelyek is mind ott ülnek a rádiók. Ahol nincs rádió, ott elmentek a műfázba, és akkor körbeülik a rádiót, és hallgatják, hogy vajon lemossa-e valaki végre a gyalázatot. Igen, imádom egyébként, hogy kicsinálják a lányodat, erre te másnap betelefonálsz, mint az apja, hogy revansot vegyél. És ki nem? Kibántotta a gyereket. Igen, ki merte bántani a gyereket. Na jó, hát ha a család ébren van, és van még ember épkézláb a családban, és akar játszani, most kicsit provokálom őket, és tud beszélni folyékonyan, akkor nyugodtan jelentkezzen, jó? Egészen bátran. Ne hergeld őket. Fél hét múlt pontosan 4 perccel, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 6 óra múlt 54 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, megnézzük már is, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Sziasztok! Marian, hello, jó reggelt! Csak nem. Honnan?
Honnan? Szombathely. Szombathely? Jó van, hát akkor neked nincs közöd a hétfői Rékához, a tegnapi Árpihoz, te már akkor egy más vonalon utazol. Ugye? Nem, a Réka az unokám, az Árpád pedig a hőm, a kisfőm. De bizony, összefogtunk, Balázs. Balázs, összefogtunk most. Neked annyi. Hát ezt mondta már tegnap Árpi is, meg hétfőn Réka is. Ma tényleg az egész család rám szállt? Hát miért nem hagytok békén? Hát te kezdted hétfőn. Hát mit kellett volna csinálnom? Hagyni nyerni a Rékát? Hát ez egy harc, hát nem hagyhatjuk. A kishegyi család behálózza az egész országot? Mert ugye Micsként dolgozik a vő, de egyébként ők Dunakeszin élnek. Igen. És honnan tetszik telefonálni? Szombathely. Hát nagyon jó, onnan nem tud átjönni egy kávére. Ha Istenem. Na jó. És akkor most akkor a menyedér, vagy nem is a vejedér, meg az unokádért szeretnél bosszút állni? Hát igen, harcolni értük. Harcolni. Mert tudom, figyeljétek, hogy lassan a fél országot magunk ellen fordítjuk. Dunakeszi, Bicske és Szombathely. Tehát, hogyha most esetleg győzne Balázs, akkor holnap egy újabb rokon Záhonyból. Ilyen még nem volt. Család versus valaki. Nem? Ki van még? Kire számíthatunk még? Holnap ki tud még valaki lenni? Van még valaki? Hát természetes van. Van még rokonság. A kishegyi család fel tudja vonultatni a nehéz tüzérséget? Vagy ez lehet, hogy már te vagy? Nem, a nehéz tüzérség még hátra van. Csak ők már feszítővassal jönnek, meg hegesztőpisztolya lehet. Ha nagyon muszáj, adoptálnak is. Igen. Na nézzük meg akkor, jó? Hétfőn a kislány, kedden az apuka, szerdán az anyós, ugye? Tulajdonképpen. Igen. Mehetünk? Mehetünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Itt vagy? Itt vagyok. Itt vagy. Marian, ugye jól mondom? Igen. Hoppá! Opszi. Marian, hát nem lehet így. Van még a valaki. Nagy kalóz vagy. Hát nagy, nehéz kérdés volt. Igen. Hát elnézést, bocsánat. Így jártam. Nem tőlünk kér elnézést a családtól. Igen. Igen, kapok most, azt hiszem. Tőlünk nem kell, aranyos vagy, dehogy is, hát ne kérj elnézést. Persze, majd megszólal a telefonod, délután mi letettük tőlük már annál inkább. Marja, sajnálom. Én is. Jó, csókoltatom a családot, valahogy próbáljátok ezt feldolgozni, aztán holnap jöjjön megint valaki, ha akar. Jó? Rendben van, köszönöm, sziasztok. Hello. Kishegyi család nem hagy minket végén. Ja. A kishegyiek Dunakesziről szerintem, illetve Szombathelyről, illetve némiképp Bicskéről, de hogy csak a munkahely van, hogy ők szerintem úgy gondolkodnak, hogy néhány csatát el lehet veszíteni, de úgyis a lényeg a háború. De már azt se tudják, mert 3-0 a kishegyi család ellen. Tehát ha holnap után még jön valaki a családból, már csak 3-2-re. Kishegyi család versus Morning Show. Tehát, hogy... Nekem ez egyre szimpatikusabb, ez a heroikus küzdelem, ahogy újra és újra nem törődve semmivel, mint Dover fehér sziklait a lamas habjai, érted? Úgy támadnak, mindig visszaverik. De visszaverik őket. Megvan az uroka, megvan az apuka, megvan a nagymama. Hát, mindenki kicsinál. És most nagyon van, de ez délután körbejátszanak, hogy aki a legjobb, azt küldik a csapába. Adjátok ide nekem, a kishegyi család bármelyik tagján. Elpopsizom. Végig megyek az egész családom. Hát most már be kell vetniük a stratégiai tartalékokat. Valamit villancsanak, mert a kishegyi család elvérezni látszik. Egy perc van, pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt 14 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, szerdán vagyunk. Vagy szerda van, augusztus, nem, az se jó már, gyerekek, ideje lenne lépni. Nem, szeptemberbe letaláltam. Szeptember. Jó, hát reggel a napot, most a hónapot. Egy óra múlva az órát, van még mit elnézni. Még évet is. Még mondhatok 2016-ot is, úgyhogy simán. Van még mit elnézni. Na, itt vagyunk. Tele közlekedési hírekkel. Jaj, de szép a monitorom. Csupa kék minden. Na, nézzünk egyet-kettőt, nekiállok. Tessék? Kék halál, igen. Pilisvörösváron a vasút építkezése miatt elkerülő úton Esztergom irányában van egy trafipax. Most készülődik ebben a pillanatban. Ezt K. Laci küldte nekünk. Sajó-Szentpéter előtt körforgalomnál teherautó az oldalán, gázpalackok miatt 3 tűzoltó most vonult ki, hatalmas torlódás várható. Cserika üzeni, valamint Kerekegyháza és Lajos Mizsek között a forgalomban szemben közlekedik egy kutya. Torlódás. Pilisvörösváron 10-es úton a terelésnél trafi, 30-as tábla, és odaállnak lőni. De szeretem az ilyet.
31-ben vagytok! Konkrétan igen. Taksony 51-es út baleset autó a zárokban, valamint 26-os főúton Miskolc felől a Sajó-Szentpéter előtti körforgalomban felborult, igen, egy ipari gázszállító kamion, ahogy már mondtam. Valamint itt van Józsika velünk. Hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, te a Lágymányosi hídon vagy, ugye, mit láttál? Hát én már eljöttem mondani, de egy negyed órája Pestről Buda felé a Lágymányosi hídon, aztán a közvágó hídnak van ott a villamos megállója. A belső sávban ott műtik a villamost, úgyhogy ott egy sávra szűkül a külsőre, és hát már a Lourdesig eléggé jól visszadugult a forgalom. Úgyhogy ha ott nem oldják meg, akkor az eléggé durva lesz nem sokára. Pestről Budára, ugye? Így van, így van. Hát az akkor ott szép lesz, ha próbálunk ott átjutni majd. Az ronda lesz. Jó, mit csinálsz, merre vagy már most? Beértem a munkahelyre. Mit dolgozol? Egy ilyen kereskedelmi cégnél. Kereskedelmi cégnél. Sziasz. Ó, sziasz. Na, az fontos. Oké, okay, köszi, hogy elmondtad, jó munkát neked. Nektek is, hello. Na, milyen komoly szélszes, nem? Már 4-8-kor bent a munkahelyén. Muszáj a prémiumért hajtani. Igen, már a szélszesek azok ilyen később érkező, 9 körül, nem fix a munkaidejük, hanem ameddig van munka, vagy tárgyalni kell, addig tárgyalnak, mennek, nem? Igen, és milyen szépen felemelted, az fontos. És kérdezel, hogyha valaki más telefonál, és azt mondod mondjuk neki, hogy ez jelentéktelen munkakör. Igazából az előleg kisebb láncszem. Oké, és meg se érzik. Képezd át magad. ne törődj vele. Majd tanulj valami jobbat. Van még egy közlekedési hírünk. 6-os út bevezetőjénél a nullás alatt valami tréfás kedvű műszerész átállította a lámpákat, így Pest felé percenként kb. 4 autó tud áthaladni. Már Érden a sor vége. Az jó, mert a főpolgármester úr pont a múlt héten mondta, hogy nagyon sokat fognak tenni azért, hogy a lámpa rendszeri folyamatos zöldet adjon az autósoknak. Tehát, hogy egy minél több zöld hullám legyen? Igen, zöld hullám legyen. Az nagyon jó. Na, hát itt az első. Tessék, itt van. Hát egyelőre nem rosszul. Zöld rosszul hullám, legyen 4 a dolgot. Megkaptad már a távirányítódat? Amivel tudod állítani a... Ja, van már, hogy ne persze. A Lourdesnál a lámpát? A villamos átkelő jelzőt? Az gyerekek, hát az minden reggel úgy megyek oda, hogy rettegek, hogyha most megint lenyalom, megint elkések. Ez szörnyű. Na, a Kisegyi család különböző tagjai írogatnak nekünk, nem bírják elviselni, hogy jelen pillanatban 3-0-ra vezetek, és a család összes tagja írogat. Ismét Réka apukájának a bikája vagyok. Hát el nem tudom mondani, mennyire boldog vagyok, hogy elpopsisztod az anyost. Majd megvigasztalom a Veikót. Nagyon jók jönnek egyébként. Azt mondja, hogy akkor kezdj aggódni, ha a Kishegyi nevét Késhegyire változtatják. Fekete Laci vagyok, Kishegyiek barátja. Balázs, ne szórakozz velük. Kishegyi Don Vito Corleona vagyok. Holnap hívlak. Réka anyukájának a szeretője vagyok. Holnap megaláznak, Bali. Mindenki próbálkozik. Én vagyok a legkisebb Kishegyi. A Dadus írja helyettem az SMS-t, ha felnövök, ki csinálok. Mindenki ír SMS-t. Hát most már jó lenne, ha még két embert föl tudnának vonultatni, nem? Hát igen, mondjuk a hetet már semmiképpen nem vihetik el. Azt nem, de még két családtaggal szívesen. Legalább egy becsületpontot össze tudnak hozni esetleg rajta, egy találatot. De azt szerintem az ötödik játék után automatikusan járjad az ajándék. Igen, a vigaszt. De ki lehet még ott a feleség, vagy a másik gyerek, vagy a nagypapa, tehát ki ott még ütőképes, vagy apuka, nincs már gyerek, nincs már anyus, nincs már... Egy-kettő még lehetnek, de nem érzem erősnek a társaságot egyelőre. Az nem. Milyen lehet, hogy betelefonálsz reggel egy műsor, és egész héten rólad beszélnek, nem? Kishegyi családot nagyját tettük. Honnan hívnak ők, vagy hol vannak ők? Dunakeszi. De hát most már ugye beszéltünk velük Bicskéről, Dunakesziről, illetve Szombathelyről is, tehát hogy azért elég sok helyen ott vannak az országban, de simán el tudom képzelni, hogy lesz egy ilyen telefon még a mai nap, hogy... Kezit csokolom, Marguni, tudom, hogy 15 éve nem beszéltünk egymással, de most valamit kérni szeretné. Igen. Holnap játszani. Na, gólya ügyről beszéljük egy picit, mert ez egy folytatásos történet, ugye? Már megint fogja lejtették? Megint? Már megint elkaptak egy másik gólyát? Nem, kiszabadult a képnek nézett gólya, úgy néz ki. Az egyiptomi hatóságokat ugyan nem volt könnyű meggyőzni arról, hogy nem ellenséges erők által kiképzett állatról van szó, de végül sikerült, és kiszabadult. Kiszabadult a gólya, 4 nap fogság után végre elengedték ménest, a kémnek nézett magyar gólyát. De a hatóságot, az egyiptomi hatóságot nem volt egyéb könnyű meggyőzni erről, mert
hát igazából túsztárgyalók kellettek, helyi ilyen állatvédők, magyar állatvédők mentek tárgyalni, de végül is elengedték. Hát és valamit csak így kilökték az utcára, vagy volt valami kis szabadon engedő ünnepség. Hmm. Vagy berakták egy zsibbe, lekötözték a szemét, elvitték valahova Hurgada közelébe, és egy üdülőparadicsom mellett elengedték. Nem, egy nádas mellett. Volt. Jó, egy nádas mellett. A Nílus partjára kivitték, és ott a nádas mellett szabadon engedték, és akkor rögtön tudott früstühölni is. De alá lőttek kettőt, mondták, fuss, ne nézz vissza. Igen, szaladt a gólya, szaladt. Ne nézz vissza, kövé vászt. Ha valaki esetleg ugye nem tudná a történetet, röviden csak arról van szó, hogy elkaptak egy magyar gólyát a hátán egy GPS jeladóval. Az egyiptomi hatóságok kicsit talán most ott azért kicsit forróbb az övezet, ugye túlpörögték ezt a dolgot, azt hitték, hogy egy kémmadárról van szó, ami egy hátára rögzített jeladóval kémfelvételeket csinál, egyiptomi ipari létesítményekről, katonai létesítményekről. A madarat elkapták, bekaszlizták, majd kiderült, hogy ez egy ártatlan GPS jeladó, de a madár közben ugye hát a túlsztárgyalás alatt, meg a kínzás alatt annyira elrobbant, hogy egyelőre nem tudták onnan kihozni. De most kitárgyalták, és most úgy néz ki, hogy a madarat elengedték. Igen, hát, és ez nagyon jó hír, hát annál is inkább, mert ugye itt a nyelvi problémák miatt többször felmerültek mindenféle ilyen kis félreértéseket, ugye mondták a magyarok, hogy engedjétek szabadon a ménest, és akkor ők mondták, hogy mi egy gólyáról tudunk lovakolni. Úgyhogy egy katonai börtönben volt, ugye, mint kém, igen, mindenféle más ügynökök, állatügynökök mellett valószínű, akiket elfogtak így a világ számos pontjáról. Az egyiptomi Guantanamon. Igen, vallatták, de ménes a gólya kitartott. Egyelőre azt tudjuk, hogy elengedték, de azt most, hogy hol van, vagy hazahozzák-e, vagy tovább repült, vagy visszafordult esetleg. Ide már nem biztos, hogy akar jönni, ugye, mert itt már kire kezd lenni. Hát, de várjál, ez az otthona nem az. Ha csak nem lett belőle kettős ügynök, én nem tudom, hogy mit mondtak neki az egyiptomiak, hogy mire vették rá, illetve hogy esetleg sikerült-e az ottani titkosszolgálati szerveknek behálózniuk. Hát vagy az állatügynököknek egy kaméleon beszervezte a szomszéd cellából. Hát ez simán lehet. Simán lehet, hogy már tényleg beszervezték, és már nem is akar eljönni. De remélem tartotta a csőrét. Na, itt van velünk Orbán Zoltán, a Madártani Egyesület munkatársa. Pénteken még ugye a számlázási osztályról, majd aztán azért kicsit utána járva rájöttünk, hogy azért ez nem teljesen így van. Zoli, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is. Most honnan számlázás, konyha, menza, Egyiptom, HR? Innen a Zappahely mellől itthonról még. Zappahely mellől. Na, mi van ezzel a gólyával? Hol van most, tudjuk? Tegnap délután olyan 5 óra előtt, néhány perc, 5 óra környékén elengedték Asszuánnál az első, pontosan próbálom lefordítani, az első vízesés valamilyen sziget védett területen, levitte egy természetvédelmi őr kolléga, ott elengedték. Ugye azért volt szükség erre a néhány száz kilométeres autós szállításra, mert le volt gyengülve a madár. Ezért is lehet elengedni, ő egy nagyon ritka a kivétel, mert nem megsérült, leégett a lába egy szeméttelepen, vagy áramütés szenvedett, vagy vezetéknek repült, hanem le volt gyengülve, és ezért levitték a vízes élőhelyre. A másik ok az volt, hogy ide vitték, mert ő lemaradta a csoportjától, ő egy rutintalan fiatal idei gólya, és nagyon fontos, hogy öreg madarak társaságába repüljön, akik megmutatják neki akár Dél-Afrikai is, hogy hol vannak pihenőhelyek. Hát meg ugye ne felejtsük el, hogy ugye rutin eljárás szokott lenni, hogyha egy titkos katonai bázisról visznek valakitől valahova, akkor megautóztatják jó hosszan, mindenféle kanyargos jobbra, balra, erre, arra, amarra, hogy ne találjon vissza, és ne tudja később leadni a durolótot majd a mi titkosszolgálati szerveinknek. Nem, ez is előfordul, de azért mondom, és most ugye azt várjuk, hogy két dolgot várunk, egyrészt, hogy működik-e az adó, ehhez az kell, hogy feltöltődjön, mert ugye a sitten nem használtak olyan speciális lámpákat, ami a napfényt is utánozza és feltöltötte volna a napcellákat, és remélhetőleg ma délután felé már adni is fog az adó, és akkor továbbra tudjuk nyomon követni, hogy valójában elmegy-e Csádba vagy Szudánba valami katonai börtönbe. Ha már szóba hoztad... Valami katonai börtönbe, szegény, igen. Ha már szóba hoztad, akkor ő most csak az egyiptomi törvények, vagy a magyar törvények alapján is refesnek számít, tehát hogy ült már a sitten, most valószínűleg idig nem szavazhat ilyesmit, tehát hogy lehet-e számítani rá, hogy az ő állampolgári jogait így csorbítják majd. Tehát hogy a következő választásokon ott lehet-e majd csatasorban. Hát most várjuk az információt, mert a tudomásom szerint Magyarországon nincsen gólya új lenyomatvevőkészülők, lehet, hogy az araboknak van, mert felkészültebbek. Hát nyilván, hogyha megkapjuk, akkor rabosítani tudjuk Magyarországon. De egyébként nálunk már hát a jelölés miatt és a fotók miatt már részben rabosítva van, és hát ugye van egy honlap oldalunk, ahol mindenki nyomon követheti ennek a madárnak is az útját, mert folyamatosan felteszik a GPS adatokat.
tudunk-e esetleg valamit arról, hogy, hogy most a madár merre indul ilyenkor? De haza már valószínű nem jön. Most egyedül ott kóborol valahol szegény, ott Asszuánál botorkál, kicsit kiszáradva, még az utolsó koordinátákat mondogatva magának, hogy elvileg hol kéne lennie, vagy segítséget kér a többi társától, hogy most nincs valami öreg ilyen kákkal, aki akka fazon, aki azért úgy viszi magával, akkor ő most onnan nem nagyon keveredik ki, nem? Nem, tehát ez azért tehát több szinten működik. Van bennük egy nagyon erős genetikai meghatározottság, hogy mondjuk Magyarországról keletre vagy nyugatra indulnak el, általában a magyar állomány az kelet felé indul el. Tehát ők nincsenek ilyenkor teljesen elveszve, sőt semmilyen szinten nincsenek elveszve. Ez már egy ilyen túlési stratégia, hogy általában csapatban és az öregek mellé csapódva vonulnak, de teljesen egyedül is képesek ezek a madarak egyébként ellenni. És egyébként ez a terület, ez már az északi határa a telelésre alkalmas részeknek. Tehát, hogyha van víz, van táplálék, vannak füves részek, elsősorban nem halat eszik, hanem sáskát. Sáskamadárnak hívják egyébként afrikai törzsek ezt a fajt, akkor ő gyakorlatilag szépen el van. Nem próbáltátok fölvenni a kapcsolatot esetleg a sólyomervézzel, hogy lehetne ez az első ilyen kicsit ilyen jótékony hazavezető útjuk, hogy mondjuk hazahozzák ezt a gólyát? Nem volt ilyen próbálkozás? Nem tudom, hogy hallottál-e már anyázni gólyát káromkodni, tehát rettenetesen ocsmány módon tudnak káromkodni. Most képzeld, hogy ez a szerencsétlen fiatal madár elrepült 3700 kilométer. Ez olyan, mint amikor a vakot átkíséred mondjuk a 2016 sávos japán út másik oldalra, és ő csak a barátnőjét várta. Tehát nem akartuk hazahozni, mert ennek semmi értelme lett volna, a madárnak sem lett volna jó, hát mit csinál. Mit tehát akkor azt mondod, hogy mind a teket, mind Vujtrutkot próbáljuk valahogy visszafordítani, mert hogy mind a ketten már Asszuán felé vették az irányt, hogy ne köszönjük, de ne hozzák haza a madarat, ugye? Nem, meg hát most már nem is lehet vele mit csinálni, tehát nagyon gyakran keresnek minket, hogy van itt egy ilyen sérült-szerű gólya, ami csak olyan 10%-ig tud repülni, és mindig el szoktuk mondani, hogy sajnos az a 10% az pont 10%-kal több annál, mint ahogy mi tudunk repülni, és nem lehet elkapni ilyenkor, majd felnőtt madarat nem nagyon lehet kézre keríteni, tehát most ez csinálja a dolgát. Igazság szerint azt azért tudni kell, kb. 25 ezer gólya hagyta el Magyarországot, ebből előfordul, hogy 5-7 ezer nem is ért el. Nem, hát ugye a vonulás, mert ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a gólya az magyarországi madár vagy afrikai-e, valószínűleg inkább úgy lenne jól kezelni, hogy ezek a vonuló madaraink afrikaiak, és Magyarországra jönnek költeni, tehát az ilyen nézőpont. Mi madarunk és Afrikába megy nyaralni? Így van, nem menjünk már bele ilyen könnyű, hogy afrikai madár csak ide jön egy kicsit költeni. Hát igen, de van olyan madár, ami 3 hónapot van csak itt, úgyhogy, de mondom, hát ez nézőpont kérdése. Arról tudunk esetleg valamit, hogy ilyenkor mesél a társainak, hogy ők is tanuljanak az esetből, megosztják a történeteket egymással, tudsz valamit a gólyák verbális képességéről, vagy ezen képességeiről? Mesélnek-e egymásnak? Hát imádkozunk, hogy ne meséljen a haverjainak, mert tehát azt azért látni kell, hogy hihetetlen jól működött, tehát hihetetlen emberségesek voltak az egyiptomi rendőrök. Gyakorlatilag arról volt szó, hogy már az őrsparancsnok is az első rápillantás után rájött, hogy itt nincs Egyiptomra veszélyes helyzet. Azért tették be egyébként a cellába, mert megpróbáltak rajta segíteni, mert hova rakták volna, hát a WC-ben nem lehet, mert ott lett volna nagy versengés. Berakták, valószínűleg adtak neki enni valót, és másnap reggel a madár az már gyakorlatilag kikerült a sítről, és minden működött. Tehát az, hogy Egyiptomban 3700 km távolságból ilyen jól letudtuk ezt pergetni, és gyakorlatilag a másik napon a madár már elengedésre került. Nagyon jó, tehát hogyha elmesélni a haverjára, akkor a rendőrök lehet, hogy kiakadnának, mert új blokkot kéne nyitni az oda pihenni megkérő gólyáknak. Nagyon szépen beszélsz az egyiptomiakról. Pénteken még itt, vagy nem is tudom, mikor foglalkoztunk ezzel, hétfőn, nem tudom, talán hétfőn 9 után, ott meg azért úgy együtt nevettünk, kicsit kirevettük őket, de most már nagy tisztelettel, nagy odaadásra beszélsz az egyiptomi hatóságokról. Nem öltek meg, tehát én a líbiai sivatagban kutattam, és ott ugye tudni kell, hogy a sivatagban nincs semmi. Tehát ott a helyiek soha nem mennek ki, ott pásztorok vannak és a rendőrök, meg az ilyen mindent elhárítók. Amikor ott kint kutattam, akkor elkaptak, bevittek néhányszor, és utána mondták, hogy teljesen ártalmatlan, elmebeteg vagy, és utána teáztunk együtt. Tehát általában az emberek többsége nagyon normális a világ minden részén, és nem akarnak rosszat sem gólyának, sem senkinek. De akkor, és mi nem fordult elő, hogy mondjuk pár hét múlva rátok csörgünk, és téged keresünk, és mondják, hogy éppen egy hónapra kimentél Sármelseikbe búvárkodni, mert véletlen kaptál az egyiptomi hatóságoktól egy kis utat. Tehát ugye nem fordítottak át.
Még mindig velünk nem, vagy. Nem folytatok át, és nem lettem kettős ügynök, nem, én egyébként Japánba gondolkodom. Nem, tehát semmi erről szó nincs. Tényleg, ugye hát azt azért látni, hogy ez a bulvár média vette föl a nyugati szál országokban is. Mondom, ahhoz képest, hogy milyen távolság volt, és azért ott milyen viszonyok uralkodnak Európához képest, ez iszonyatosan precíz módon működött. Két nagyon gyors és nagyon fontos kérdést és választ várunk tőled. Az egyik az, hogy valaha valaki hallotta már egy gólyától azt, hogy kelep. A másik pedig az lenne, hogy vajon az Addis Abebaiaknak van-e olyan mondókájuk, hogy golyag gilice, mitől véres a lábad, magyar gyerek megvágta, jobb gyerek gyógyítja. Nem hiszem. Tehát hallani már hallottunk, igen, a gólyák kelepelnek, magyar nyelven így fordítjuk le azt a csőr hangadást. Addis Abebában nem tudom, hogy van-e, de szerintem nincs nekik valami, inkább a kalasnyikóval kapcsolatos mondókáik vannak. Figyelj, van egy másik kérdés, most mindenféleképpen meg kell kérdezem, a napokban olvastam, hogy állítólag az emberi hang az jótékony és nyugtató hatása van a tyúkokra, akik így sokkal több tojást tojnak. Hogy hát tudsz erről valamit? Romantikus hangos könyvet adtak ki egy cég csirkéknek, amit ha leteszel eléjük, akkor többet tojnak. Igaz lehet? Ez tök komoly, egyébként ebben semmi vicc nincs, hogy állítok jobban tojnak. Kísérleteztetek ezzel? Hát én nem igazán, bár most a kollégád, amikor szólt, akkor egy ilyen csirkés hűtőmágnesnek próbáltam dudorászni, nem csinált semmit, nem is nőtt meg. Szóval nem nagyon hiszek én ebben, tehát itt azért annyi minden lehet benne, hogy amelyik csirkéhez beszéltek, lehet, hogy jobb körülmények között tartották, egy kicsit jobb faját kapott, tehát valószínűleg nem egy ilyen, egy 200 ezeres állományban kezdtek el hangosítón üvöltve mesét mondani nekik. Nem nagyon hiszek én ebben, és tojásról volt szó, tehát nem kaksiról, mert... nem, tojás mondtak, miért csak meg akartam kérdezni. Jó, van Zoli, ha bármi fejlemény van, a gólya hazakerül, vagy esetleg jövőre megjön majd, tavasszal valamikor, akkor mindenki beszéljünk, milyen állapotban, hogy van, mit mesél? Persze, mindenképpen folyamatosan adjuk róla a híreket, mondom, talán már holnap tudunk adni, hogyha ad az adója, és akkor már adjuk az infókat. És ahogy egyébként voltad, akkor a ti honlapotokon meg lehet nézni, van külön adatalapja egyébként Ménesnek, én is megnéztem, és oda fel lehet menni, és akkor tájékozódni lehet róla, és mindent meg lehet tudni erről. Igen, és nem csak gólya, sas, vér, semmi, nagyon sok minden van fönn, tényleg érdemes felmenni, izgalmas dolog. Na oké, okay. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek! Én is köszönöm nektek is. Köszi, ciao, hello. Orbán Zoltán, a Madártani Egyesület munkatársa. Most éppen egy kiadós zappelhes reggeli mellől. De legalább nem a könyvelési osztályról, nem? Hát, mert ugye, ahhoz is ért. Más volt. Igen. Ugye, hogy valahogy, de ő nem az az Oli volt, aki hétfőn 9 óra után volt. Csak az a mondat, várjuk a jelentést a gólyától. Igen. Ezt mondta, nem a gólyáról. Más, picit más volt. Picit fura volt. Én akkor már biztos lettem volna a dolgokban, hogyha mondjuk a hátulról beszörődik a Bengals-től a járgyú, mint az ugye egyiptomiak című szám. Picit furi volt. Picit átfordultam tűnt. Fél 8 úgy pontosan 3 perccel jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 3:48 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Debrecenből kifelé Szoboszló irányába, 70-es táblánál van egy trafi. Ezt Zita küldte nekünk, köszönjük. 26-os főúton több kilométeres sor áll, aki tud, kerüljön. Egyelőre az okát nem látjuk. Kerepesi út egy sávján bontják az aszfaltot a keleti pályaudvarnál. Az Őrsvezértere fele csak egy sáv járható, nagy a torlódás, üzeni nekünk Perec. Valamint Szigetszentmiklósi M0-ás letérő után a felüljáróról lefelé menet Csepel felé. Egy parkolóban bal oldalon egy fehér autóból mérnek. Legyetek résen, üdv, Timcsi! Hát mindenhol mérnek egyébként. Ez a helyzet, nem? Háromnapos nagy bevételt generáltak, és megismerték az ízét a dolognak. Rákaptak, függővé váltak. Függővé váltak, és mérnek, igen. Nagyon nehéz lesz lejönni erről a cuccot. Igen. Kishegyi gólya vagyok Egyiptomból, hallom, hogy szívatod a családomat, tavasszal jövök és elkérem a szátukat. Gólya, afrikai madár, csak idejön költeni? Mi a hír Petőfivel, hogy ő is afrikai, csak idejön költeni? Hatalmas arc ez a fickó, beszéltek vele többet, lehet, hogy össze kéne hozni Gyuri bácsival. A román figyelővel írja. Az Laci. Egyébként igen, az egy tartalmas beszélgetés lenne. Kengurukról, mi volt még, mi szökött át a határon? Barna medve. Így van. Sakál, hiúz, tigris, ott minden volt. Tehát Zoli és Gyuri bácsi, ugye a két állatbarát.
hogy őket összekötni egy jó beszélgetés. Egyébként ez jó lehet. Hosszú távú célunk egyébként, tehát ezt elárulhatjuk, hogy gyakorlatilag a föld összes flórájának és faunájának a szakértőit ide gyűjtjük a műsorba. Valamilyen formában, hogy meglegyen, legyen tényleg egy ilyen névlistánk, címlistánk, telefonszámlistánk, hogy bármikor, bárhol, bármilyen állattal, növényel probléma, ami már hívjuk is megfelelő embert. Azt most honnan tudjuk például, hogy nem cserélték le azt az eszközt, vagy tettek rá egy plusz eszközt? Ja, és akkor most ő egyébként... Ne, ne csináld, mert ennek tudod, mi a vége, most ezt felveted, és hazajön, illetve idejön, most már tényleg bizonyítanak, és te kell kapja, és megint bevarják. Ne, csak kérdezem, hogy rajta hagyják a magyar jeladót, hogy ne tűnjön fel senkinek, hogy ez eltűnt. De rátesznek egy plusz eszközt egyébként az egyiptomi hatóságok, hogy figyelje meg minket, amikor ide hazajön. Ha ők azt gondolják, hogy mi őket figyeltük. Tehát, hogy ebben még azért van egy pár kör. Nem? És akkor azon is felpakoltak rá valamit. Adott esetben elkezdik irányítani a gólyát is? És befolyásolható lesz a gólya, igen. Itt költ, Afrikában nyaral a gólya, csak a nap meg ne tudja. Írja azért. Szegény gólya, rossz lesz neki, ha megjön, akkor a tekesek fognak rácsapni, és kihallgatják Egyiptomról, hogy a tektől az kitelik. Lukat is elfogták üzeni nekünk, Misi. Reméljük, a gólya nem vitt Egyiptomban Mózes kosarat. Jaj. Mindenesetre, hogyha beírjátok azt, hogy www.mme.hu, akkor eltaláltok a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapjára, és akkor ott tényleg mindent megtudhatok ménesről. Illetve még rajta keresztül, vagy a honlapon keresztül gyakorlatilag még ezerféle dologról is. A Magyar Országi Madárvédelemmel kapcsolatban. Bakcsók, kócsagok, minden van. Például a fecskevédelmi programról. Jó reggelt az ornitológus műsorvezetőknek, amikor már minden reggel párát törölgetsz az autód ablakáról, és locsolás nélkül zöldebb a füved, mint amikor minden este órákig locsoltál, az azt jelenti, hogy vége a nyárnak, és közeleg a karácsony. Ugratunk egyet. Apám szerint, aki nem tanul meg fiatalon puha kukacsal nyávogtatni, annak sanyarú öreg kora lesz. Csumika Erik. Illetve bocsánat, nem, Erika. Csumika Erika. Tehát itt Erik babérjaira törnek, és itt most már eljött az apám szerint, anyám szerint, Csumi Erik, Csumika Erika. De jó, Erika szellemes. Hogy volt, hogy fiatalon puha kukacsal nyávogtatni? Így. Sanyarú. Máshogy ismertem, de azt ilyenkor még nem lehet elmondani. Sanyarú öregkora lesz. Nem biztos egyébként, hogy valaki Eriknek a babérjaira tör. Sokkal inkább lehet, hogy olyasmi jelenséggel állunk szemben, mint a kishegyi család esetében. Erik családja is beszállt. Erik és Erika testvérek. Mindenkivel elbánunk. Na jó, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatuin hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel, sziasztok! Hello, Gábor! Sziasztok! Régen nagybátyja vagyok. Igen, ugye nem a kishegyi család? Nem, kivételesen nem, de szerintem vannak jelentkezők. Na, ja, még van egy pár, holnap után találkozunk velük. Honnan hívsz minket, Gábor? Inácsról. Inács, az Inácsi pihenő. Már beszéltünk egy néhány hónappal ezelőtt. Az Inács kakucsi tengely. Azaz. Beszéltünk pár hónapja, igen? Igen, kikaptam ellened, Balázs. Fekete fejér igen nem volt? Igen. És akkor ilyenkor hogy van, az ember kikap, akkor megpróbál máshova visszakerülni, vagy akkor elvinni egy Óven bácsit, vagy jelentkezni hármasugrásra, ezt sose értjük, hogy egyszerűen... Most alakult úgy az időm, meg szabadnap, és akkor ilyenkor, amikor van időm, nem pedig a munka zavar, és akkor megpróbálom még egyszer valami mással jött. Mit dolgozol? Felszolgáló. Az Inácsi pihenőhelyen, vagy hol? Nem, Budapesten egy parti szervisztégnél. Parti szervizcég. Rohangálunk az országban, mindenhova. Nem tudom, milyen fogadásokat bonyolítotok, gondolom, meg ilyen minden rendezvényeket, nem? Igen, többek között. Nem, az a tipmix. Na, mutatjuk, hogy csinál. Nem nagyon rendezvények. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Nem. Gólyalesen vannak? Kimentek valahova? Kim vannak a természetben. Igen. Kimentek, igen. Jó, figyelj, mutatjuk, mit énekelnek. Na 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 na. Hogy volt, tegnapi könnyebb volt. Mi volt tegnap? Fiesta. Fiesta.
Ajajajaj, na figyelj! Na 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 na. Hát sajnos nem tudom. Jó, nem baj, még a bögrét ki tudjuk venni, és akkor mutatunk egy picit hosszabb részletet. Na 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 na. Hát ha megköveznek se. Nem? Nem ugrik be? Nem, tényleg nem. Pedig nem, nem nehéz. Biztos, hogy nem. Megmutatjuk, hogy mi lett volna az eredeti. Jó, figyelj! Jó! Bocsáss meg! Hát igen, az... Jézusom! Az X-faktor... Ráadásul magyar, Jézusom! Mondjad, mit mondtál, nem hallottuk? Ráadásul magyar, és ezt nem tudom. Hát igen, igen, jó Hungária volt. Így van. Itt éppen hogy énekelt. Igen. Jó, figyelj, ez akkor most se sikerült, tehát eddig kettőből semmi. Nem, majd valamikor máskor. Lényőre hármas ugrás. Így van. Vagy még naphallgatója, valami összejön, Gábor. Előbb. Igen, igen. Jó van. Jó munkát, vagy jó pihenés, ciao. Még lesz, sziasztok. Hello, köszi. Csak azt nehet, hogy ilyen vízes, és sírom a párnát. Ez most Óven bácsi most azért rohadék volt egy kicsit, hadd mondjam. Igen. Azt, ó, ezzel kezdeni. Mert hogy így kezdi a hát, ugye? Tehát, hogy nem mondna, hogy ciao Marina. Hát de az egy jellegzetes, és az a rész az ó. Tele van az ég chemtrail-lel. Mikor veszik már észre az emberek? Írja nekünk egy hallgató. Mivel? Hogy? Ez mi? Nektek ez úgyis mindegy. De hát azért próbáld meg. Nektek abszolút szkeptikus, teljesen kívülálló, a világ összefüggéseit viszonylag közelről néző, nagyobb összefüggésekre rálátni nem akaró embereknek ez szinte mindegy, hogy mi van az égen. Ez olyan, mint az UFO. Nem, ez a baj, hogy sajnos kicsit konkrétabb és elég szomorú. Ezek a chemtrailek, ezek ilyen csíkok az égen, amik nem kondens csíkok, hanem picit hosszabbak, picit nehezebben tűnnek el. És néhány elmebeteg őrült azt találta ki, hogy mindenféle kis alumínium részecskét, finom alumínium részecskét szór a légtérbe. Azért, hogy esetleg az üvegház hatását enyhítsék. Ki? De semmi más nem kutattak le, bizonyítékok vannak most már konkrétan. Jövő héten szívesen mesélek róla egy 20 percet, nagyon érdekes. Amikor Szabin vagy? Hétfőn még nem. Ja. Akár, ha akarjátok, szívesen mesélek erről a chemtrailről. Fölnézel az égre, és éppen szabad szemmel látható. De sokat? Nagyon-nagyon sokat, vízben, hóban, levegőben, folyóvizekben, állóvizekben már mindenhol kimutatható az alumínium származék. És az egyik pacák, aki egyébként a chemtrailről értekezett, és ennek az atya elismerte, hogy nem végeztek kutatásokat az ügyben, kvázi tulajdonképpen beigazolódva és felvállalva, hogy valóban csinálják, nem végeztek kutatásokat, hogy ezek az alumínium részecskék milyen hatással vannak az ember és az állati szervezetre. Fogalmuk nincs, viszont az amerikai kormány szabad utat engedett nekik, hogy hagyd szórják. És ha fölnézel az égre, és látsz olyan kondenssíkot, ami nem tűnik el, akkor az bizonyítható módon egyébként az ilyen gépektől származik. Ez már sokkal több, mint egy összeesküvés elmélet, tehát egyértelmű fotók, bizonyítékok, kongresszusok, a németek tárgyalják, az amerikai környezetvédő szervezetek. Tehát ez nagyon kemény. Az üvegház hatás az csökken? Nem, az üvegház hatás sem valószínű, hogy csökken egyébként. Ezt ők kitalálták 4-5-en, és azt gondolják, hogy ez jó. Az Obama adminisztrációval elhitették, szórják, engedik szórni, berepülhetnek nemzetközi levegő légtérbe, ugye kimond ellent az amerikaiaknak. És döbbenet, hogy milyen hatásai vannak. Érdekes. Én mesélek körülök. Róla szívesen, tessék? Én ennek örülök. Már minek? Hát ennek, mert ha alumínium van a levegőben, akkor az hosszú távon csökkentheti például a kábellopásokat, mert hogyha ha megtudják azok, akik a kábel szokták lopni, hogy alumínium van a levegőben, akkor majd nagy sima területekre kimennek, szélesen nyitott vásznakkal, leállnak a csíkok alá, megvárják, amíg leszáll az alumínium, és aztán elviszik a mélybe. Az, hogy sokkal kisebb, finomítottabb formában van, ami viszont rákot okoz, ami viszont szennyezi a tüdőt, szennyezi a gyerekek szervezetét, szennyezi az ivóvizet, amit utána te szépen megiszol, nem túl egészséges. Jövő héten mesélek róla egy 20 percet, megdöbbentő a dolog, ha akarjátok szívesen. Semmi köze ennek az egész történetnek a kanadai ex-védelmi miniszter. Mert akkor komolyan veszünk, de ha ő nincsen benne, akkor engem érdeklasztod, de ha benne van, akkor nem. Sokan foglalkoznak már ez nem néhány hóbortos elmebeteg összeesküvés elmélete, ezek a chemtrail csíkok. Érdekes egyébként. 4 perc, pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 8 óra múlt 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Püspökladány nála, 4-esen kint a KPM nagy büfés kocsival, jaj nekünk, írja Laki. Dolgozzanak, csak a magyarok. Nem? Ja, igen. Vannak más rajtunk áthaladó, túlzott sebességgel közlekedő román-bolgár kamionosok, velük is egészen nyugodtan. Csak bátran, nem? Van ott mit nézni. Hajrá! Ne, lehet a magyarokat, de csak őket. Hát megy arra más is.
41-es számú főúton Baktalóránt házánál a szokásos parkolóban, igen, KPM ellenőrzés, szerintem ez ugyanaz lehet, és a Pöttyös utcánál a parkoló autó közt elbújva leskelődnek a kamerával a szurikáták. Ezt minibuszos írja nekünk. Hello, sziasztok, hello Balázs, hallottuk, hogy szíveden viselsz minket, ha jelen pillanatban ránk gondolsz, hogy mit csináltuk pont most, akkor magyar órán ülünk, üdvözlettel a Prügyi Duó. Na, jelentkezett a Prügyi Duó? Nagyon helyesen. Épp akartam kérdezni, hogy vajon most ebben a pillanatban mit csinál a Prügyi Duó? De jó, magyar óra, akkor rendben lesznek hosszú távon a dalszövegek is. Nagyon jó. Csókoltatjuk a Prügyi Duót, nagyon, nagyon izgalmas, hogy ők éppen hol vannak, mit csinálnak, de akkor most magyar órán. Én azt gondolom, hogy ezzel az SMS-en most egy egész ország érdeklődését kielégítették. Mindenkit érdekel. A Prügyi Duó az, tudod, az olyan kicsit olyanok, mint Diana annak idején, szegény Isten nyugosztalja, hogy az egész világot érdekli. Hogy érdekelte, hogy ő mit csinál, hol van, kivel van. A Prügyi Duó az ilyen nekünk. Igen. És hát most magyar órán ülnek. Mm-hmm. Ha már Diana-t említed, mielőtt azonban ezt elmondanám, Feri nem elcsendesedett, nem is arról van szó, hogy csak itt üldögél, mennie kellett. De holnap már lesz. És hallgat minket, úgyhogy nem akarunk gonoszkodni. Így van, nem. Van egy kicsi rendezvény, amire őt hívták el. Kicsi? Mi, ő már kicsire nem megy? Így van. Ide a klinikákra, egy boncolásra. Ő már kicsire nem megy, egy nagyon nagy és nagyon fontos rendezvény. Csak ő tudja megcsinálni ebben az országban. Erre senki más. A bizonyos rendezvényt, senki más. Gondoltak másokra is, de ők eleve túl keveset kértek. Feri meg mindig sok. Nem. Nagyon jó helyre ment egyébként, és reméljük, hogy holnap be fog róla számolni, és hoz kóstolót is. Igen, finomat, sokat. Itt van velünk Petra, hello Petra, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Mit láttál, merre voltál? Hungárián a Budáról Pest felé lehalult kereszteződésénél, eddig a két belső sávot tették itt az út felújító kollégák, és ma az ellentétes kitáblázás ellenére a két szélső van, úgyhogy vigyázzanak az autósok, akik arra járnak, mert másik irányba szűkül, mint amit a tábla jelz. Ó, az szexi. Szórakoztatnak minket, csak hogy ne unatkozzunk, nem? Most megbeszéljük őket. Ma reggel ezt, igen. Ma reggel azt, nem? Ez jó munka lesz. Miért teszed oda azt a táblát? Há, mert pont ezt nem várják. Pont ez az, amire számítanak. Igen, ez érdekes. Petra, köszi, hogy elmondtad. Köszönöm szépen, sziasztok, jó reggelt. Hello, ciao. Én nem tudom, hogy ez a brigád egyébként hány főből áll, akik húzzák fel itt a Fradi stadiont mellettünk, de jó lenne, hogyha minél többen lennének, és minden egyes beruházás az országban velük csináltatnának, és ezt nem azért mondom, mert részvényes vagyok, hanem azért, mert hogy ilyen sebességgel semmit nem építenek, és nem is építettek az országban. Ezt nagyon komolyan mondom. Tehát, hogy itt gyakorlatilag már egy kis stadion fog lenni, fog itt mellettünk áldogálni, szerintem már lassan a fűmagot is elvetik. Iszonyú durván dolgoznak. Őket kéne átirányítani egyébként a hídra is. Igen. Ha ilyen lelkesedéssel épülne minden, mint ez a stadion, hát minden nap látjuk, ez döbbenet. Nem tudom, kik csinálják egyébként, de vagy száz kezük van, vagy nem tudom, barlangi trollok. Igen. Na, csak a Diana-ra egy pillanatra visszatérve, hogy pont most jött le, ugye említetted itt az előbb, hogy a Prügyi Duó legalább annyi embert érdekel, mint Diana, hogy most nagyon forró szálak vezetnek a brit titkosszolgálathoz, hogy valószínűleg ők ölték meg, és van egy angol újságíró, aki egészen sokáig jutott, és most már ugye a Scotland Yard nyomozza az esetet, hát ebben az esetben nem tudom, hogy meddig jutnak majd, hol szólnak rájuk, hogy oké, fiúk, eddig itt álljunk meg a nyomozással, de hogy találtak lövést az autón, hogy állítólag megjelent két titkosszolgálati ügynök. Hát érdekes dolgok, és hogy hát ugye tulajdonképpen a király családnak állt érdekében, hogy Diana-t és Dodit eltegye láb alól, csúnyán mondva. Hogy megöljék őket. Egy balesetnek álcázva. Érdekes egyébként, hogy vannak olyan ügyek, amik ilyen soha le nem záró ügyek, vagy mit tudom, a Kennedy gyilkosság, vagy Diana halálának a körülményei. A Kennedy gyilkosság, másik nagy összeesküvés elmélet, amit szintén kutatnak most, nagyon-nagyon-nagyon komoly bizonyítékokkal állt elő egy Kennedy kutató, aki egyébként erről most filmet is készül forgatni, hogy a saját testőre ölte meg, méghozzá véletlenül, lehet, hogy Oswald benne volt, és ő adta az egyik lövést, de a testőr, aki fellépett a kocsira, az megbotlott, és azért jött hátulról a másik lövés. És elsült a pisztolya. És hogy balisztikai szakértőkkel vizsgálják, hogy utána annak a testőrnek valóban hiányzott egy golyó a... Egy golyója. Egy golyója a fegyveréből. Érdekes. És hogy ahogy fellépett, esetlen volt, kezdőügynök volt, pisztolyjal a kezébe lépett fel, tehát ő hogy előrántotta, és abban a pillanatban megbotlott, és megúszta a ravaszt, és megölte kellett. Volt egy égett célújuk a zakóján.
Igen. Na most ez persze, hogy elmondom viszonylag egyszerűen. Dehogy is. Fellép, és akkor ízzét így. Jaj! Hú, csak nehogy észrevegyék. Ja, elnök úr, lövésélte az elnököt. Vöröskód. Hát, remélem nem szúrták ki, hogy én voltam. Hát, hogy ott a nagy káoszban a Pacák egyébként filmet is készül forgatni. Kiadja bizonyítékokkal, fotókkal, archívanyagokkal, tanúk meghallgatásával. De ez most nem úgy vagy, jött egy ilyen félalkesz, nem tudom, amerikai csávos. Hát a testőrlőtte visszament inni, hanem természetesen mindezt alátámasztva. Érdekes a dolog. Hogy ezért jött az egyik lövés innen, viszont a másik lövés a másik irányból. És azt tudtad például, hogy Kövér László bajusza mögött van egy gémes kút is. Ez viszont igen. És déli bát. Értem, hogy összeesküvés elméletekről beszélünk, de tények miért jönnek? Így van, és nem messze annál látok a 9 lyuk így. Igen, exakt dolgokról nem kell beszélni. Én mindez ideig összeesküvés elméleteket mondtam, de amit te beszélsz, az konkrétum. Na! Egy érdekes témával folytatjuk. Mindenki figyeljen, aki szeretne gyereket, aki gondolkozik azon, hogy ha van két fiú, de jó lenne harmadiknak lány csinálni, ha van három lány, és még úgy döntöttek a párjával, hogy na még egyszer próbálkoznak, hát a fiú lesz, majd aztán, hogy nem kapnak még két lány. Ugye ez általában nem szokott sikerülni, de egyre többen dolgoznak azon, hogy megválasszák a gyermek nemét. Nagyon jó. Hol kezdjük el a beszélgetést? Első óra anyaga, a petting. De indítsuk messzebbről, igen. Első randi. Nem, egy amerikai nőtől, aki 10 éven keresztül hiába próbál természetes úton teherbe esni, az orvosok már nem is biztatták, hogy egyszerűen megtörtént, sőt azt mondták neki, hogy ez most már szinte fizikai lehetetlenség. Ő azonban 34 éves korára nem mondott le erről a dologról, hogy teherbe essen, mesterséges megtermékenyítéshez fordult, ez sem járt sikerrel, és nem lehetett gyereke. Ezért úgy döntött, teljesen laikus módon, hogy a sikeres fogantatás érdekében változtat étrendjén, lemondott a vegetáriánus ételekről, és a fehérjében gazdag fogásokat kezdte el enni, húsételeket, csirkét, hamburgert, valamint napi háromszor reggelit, ebédet, vacsorát gyors étteremben. Tehát meg is kaját teve, tojásos, békönös, muffinokat és hasonlókat. Nagyon sokat. Elküldte a férjét éjszaka, elküldte nappal, folyamatosan gyors étteremből evett. És állítólag a magas fehérje tartalmú étrend meghozta a gyümölcsét, teherbe esett hármasikreket, két kisfiút és egy lány szült. A brit nő állítja, hogy a gyorsételmi kosztól esett teherbe, és hogy emiatt lett terhes, és később sikerült is kihordani a gyermekeket. És hogy szakított a vegetáriánus táplálkozással, és ezért lettek hármasikrei. Soha nem fogok szakítani a vegetáriánus táplálkozással, a sírig fogom enni a tofut, a szóját és a szeitánt. Érdekes, egyébként igen, neked akkor vigyáznod kell, hogy nehogy valami hús keveredjem, mert aztán még itt tényleg Mónika egyszer csak szól, hogy van egy jó és rossz hírem, a jó, hogy terhes vagyok, a rossz, hogy négyen vannak. De hogy nem mindjárt felhívjuk Cejzel Endrét, és egyrészt arról beszélgetünk vele, hogy ez megtörténhet-e, valaki változtat a táplálkozáson, akkor valóban lehet a gyereke, mondjuk ilyen szinten. Kettő, hogy ez a manapság nagyon divatos kínai kalendár, meg kínai naptár működik-e? Tehát ha te hol töltekkor, 2 gram spárga megevése után angol spárgában helyen lefelé szeretkezel. A spárga kulcsó. 2 ingával a kezedben, akkor lány lesz, ha ennek az ellenkezője fiú. Ezt baromi sokan csinálják, hogy mit mond erről egy professzor, hisze az ilyen dolgokban. Érdekes. Mi is nézegettük egyébként, hogy... Az angol spárga. Ezzel mit lehetne, hogy kezd? Merre fordítsam? Hogy álljak én? Nem, hogy én, ha lemegyek angol spárgába, Viki hogy fér oda? Tehát, ugye, de nem lett bőle gyerek. Nem, szerintem sokan dolgoznak ezen, vagy sokan gondolkodnak ezen, hogy két fiú van, de jó lenne, a harmadik lány lenne. Hogy van-e ennek valami racionális magyarázata, vagy lehet-e így tervezni? Vagy azt a természet dönti el? Sokaknak bejött, tehát... Nekünk van egy ismerős a családban, akik ilyen naptárak alapján tervezték meg, és azt mondták, hogy egyértelműen működik. Ez nem lehet, hogy ilyen placebo hatás, hogy így nagyon elkezdesz hinni valamiben, és akkor annak megfelelően alakítod az életedet, és tényleg annyira bízol benne, hogy ez indít be bizonyos ilyen testi folyamatokat? Tehát, hogy egyszerűen azt akarom, hogy ez a dolog végre működjön, mert eddig semmi sem működött, semmi sem történt, nem lett belőle gyerek, de most annyira hiszek ebben, annyira átalakítottam az egész életemet, hogy biológiailag is ettől válok készé az anyaságra. Hogy? Hát, hogy egyszerűen a testedet tudatilag készített fel. Tehát, hogy valójában nem az, ami működik, hogy megváltoztatod az életmódodat, hanem az, hogy nagyon hiszel benne. Hogy elkezdesz hinni benne. Elkezdek hinni benne. Érdekes a dolog, ez is biztos, hogy benne lehet. Megkérdezzük mindjárt.
a mi szakértőknek. Czeiser Endre itt van velünk, jó reggelt kívánunk, professzor úr. Jó reggelt kívánok. Hallgattam, amit önök beszéltek. Igen, a lelki erő, a lelki felkészülés az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Például, hogy a betegségek legyőzésében, mert aki meg akar gyógyulni, az sokkal jobb eséllyel gyógyul meg, mint aki föladja, de most azt kell azért mondanom, hogy ebben az esetben itt a lelki erő az nem számít. A gyerek nem az a fogamzás pillanatában eldől, és attól függ, hogy most melyik ondósejt termékenyítette meg, hiszen az ondósejtek felében egy X-kromoszoma van, ha az termékenyít meg, akkor lány lesz, az ondósejtek második felében pedig egy Y-kromoszoma van, ha az termékenyít meg, akkor fiú lesz. Na most ezt a legnagyobb lelki erővel sem lehet irányítani, de ugyanakkor itt elhangzott a naptár, az idő, mert az Y-os kromoszoma az jóval kisebb, mint az X, és ezért gyorsabb. És ezért, hogyha engem megkérdeznek, hogy van-e valami tudományos alapja annak, hogy a naptármódszer, akkor igen, azt mondom, hogy aki fiút akar, az pontosan lője be a tűzszörepedés napját, mert akkor a gyorsabban, ugye a pete csak 24 óráig van, akkor a gyorsabban odaér Y-osnak nagyobb az esélye, ha viszont valaki kislányt akar, akkor 72 órával korábban, mert akkor is az Y-os ér oda, de hát az Y-os kromoszoma is nyomvattabb, mint általában a férfiak, az hamarabb elpusztul, és akkor a lassabban becsomagoló X-ese ki a pete, és lány lesz. A nagy baj azonban az, hogy végül is azért a nők azért elég veszélyesek. Tehát én hiába mérem mondjuk 3 hónapon keresztül az ébredési hőmérséklettel, vagy ultrahanggal, hogy melyik nap van pontosan a tűzszörepedés, hogy aztán a következő hónapban az pont akkor lesz, hát az nem nagyon jön be. Ez engem azért, érint ez a téma, egy kicsit ilyen Don Quixote-szerűen, mert hát én azért ezt több mint 45 évet csinálom, és évente azért hozzám több száz olyan pár jön el, aki elmondja, hogy neki már több azonos nemű gyermeke van, és ha biztosra mehetne, hogy lesz ellentétes, akkor belevágnának, de hát különben anyagiak meg egyéb okból nem. És amikor én 96-ban Ausztráliában voltam, ott láttam először, aztán később Kanadában és sok más országban, hogy egy Sullivan nevű amerikai orvosnak van egy találmánya, aminek az a lényege, hogy beteszi az adott férfi, adott férj ondóját egy készülékbe, megfestik bizonyos festékkel, ez nem árt az ondósejteknek, de ettől kezdve az Y-os kromoszoma az világít, az X-kromoszomás ondósejt pedig olyan sötét, mint az éjszaka, és akkor tulajdonképpen a fotométerrel, a fény alapján külön tudják választani a fiút nemző és a leány nemző ondósejtet. És akkor a gépből kijön jobb oldalt a leány nemző, bal oldalt a fiút nemző. Van egy nagy szépséghibája, hogy hát akkor ott van ez a két adag ondó, de hát valamit csinálni kell vele, és ezért jön a mesterséges ondó bevitel. De ez nem lombik, mert azért a lombik az egy drasztikus beavatkozás a nő szervezetébe. Ezzel szemben mondjuk ez a mesterséges ondó bevitel, hát ez egy rettentő egyszerű, percek alatt elvégezhető és veszélytelen módszer. Ez sem 100%-os. A lányokra 94%, fiúkra 75%. De ez egy nagyobb spektrumú nagyítóval otthon, azért laikusok ne kísérletezzenek, gondolom. Nem. Otthon ne álljunk neki válogatni, kicsi-kicsi. Ez egy nagyon speciális műszer, és hát meg kell mondanom, a nagy csalódásom, és azért mondtam a Don Quixote-ságot. Én lelkesen hazajöttem, és mondtam, hogy na, körülbelül 10 000-re lehetne növelni a születésszámot Magyarországon, néhány éven belül ezt megengednénk. Erre összeült egy parlamenti bizottság, etikusok, papok, és azt mondták, hogy ilyen igény nincs. Ez furcsa, mert hát azért hozzám évente több százan jönnek el ilyen igényel, csak hát nem hozzájuk mennek, és ők meg biztos magukból indulnak ki, mert csináltunk ilyen felmérést, tehát végül is az emberek 40%-a mondja azt, hogy neki nagyon fontos lenne, hogy mindkét nemű gyerekük legyen, 40% azt mondja, hogy neki mindegy, és hát 20% pedig azt mondja, hogy ilyet nem szabad csinálni, mert ez az Isten dolga, ebben nem szabad beleszólni. Én tisztelem mindenkinek a véleményét, de én úgy gondolom, hogy az emberek nem hülyék, és hogyha egy család tényleg úgy gondolja, hogy a két fiú után szeretne egy lányt, hát akkor azt miért ne lehetne megengedni? Szerintem sincs ezzel baj, tehát hogyha tényleg van a 3 fiú vagy 4 fiú, és azt mondja, hogy de jó lenne, ha lány lenne, csak akkor vágnánk bele.
Ezzel az ég egyadt a világon semmi baj nincsen. És ott kint, Amerikában utána ezt beültették, és egyértelműen az esetek 99-99, vagy akár 100%-ában ott be is jött? Mondom, a lányoknál 94, fiúknál 75%. Aha, aha. Ez se 100%. De ez egy nagyon magas arány. Hát persze, mert hát különben nem tudom, tudja, hogy 51% és 40, a fiú arány, és 49% a lány arány. Tehát ez a természetes nemi arány. És ezt azért mondjuk eltolni a lányok esetében 94-re, a fiúk esetében eltolni 75%-ra azért az egy nagyon, az egy nagyon szép szám. Eredmény, igen. Ezekben a mai ilyen modernkori ilyen lugosítás, hogy a nők lugosítsanak, meg mit tudom, ebbe is lehet van valami? Igen, hogyha... ebbe is van, ebbe úgy szoktam viccesen mondani, hogy mi mindig férfiak azt hiszünk, hogy mi döntünk, hiszen hát a mi ondorsejtünk dönti el, hogy fiú vagy lány. De azért kiderül, hogy a női szervezet beleszól, hogy melyiket engedi be. Tehát például, hogyha, és hát erre is van egy módszer, ez egy jól ismert módszer a szakirodalomban, hogyha valaki fiút akar, akkor egy kicsit lugosítani kell a hüvelyvegy hatását. Hát ez például egy szódabikarbonás, ahol hüvelyhogytése lehet. Ha valaki viszont leányt akar, akkor inkább egy kicsit savanyítani kell. Ez mondjuk egy 10%-os konyhai ecet. És hogyha tulajdonképpen ezzel megtörténik a hüvelyhogytés, és a férfiú mondjuk 30 percen belül helytáll, akkor ez is egy kicsit elviszi abba az irányba, amit akarnak. De hát azért ez hát egy ilyen ecetes öblítésnek azért van sportértéke mind a két félnél. De én még azt szoktam mondani, mivel Magyarországon betiltották a korszerű módszert, hogyha kombinálja az időt, tehát hogy próbálja bemérni a tűzszerepedés napját is, és csinálja ezt a hüvelyöblítést, akkor azért mondjuk az 51-49%-tól, amit a természet produkál, attól azért el lehet térni. És én ebben nem látok semmi rosszat, mert most hagyd mondjam, nekem két fiam után lett a lányom, és én úgy gondoltam, hogy nagyon jó fiúsapának lenni, de nagyon jó lányosapának, és más. És hogy miért nem adhatnánk meg az embereknek, hogy tulajdonképpen megizleljék. Megtapasztalják mind a kettőt. Persze, most gyermek adta ez őt. Lehet bármilyen ecet? Tehát, hogyha otthon mondjuk balzsamecet... 10%-os konyhai ecet, egy liter vízben kell feloldani. Ez mondjuk megnyugtató, hogy van ebben némi higítás is azért. Mert hogy mi lányt szeretnék inkább másodszorra, tehát azon családok közé tartozunk, akik szintén szeretnék tehát előre tervezni, csak az ecetnél picit azért úgy szűkülik ez. Nem, ez 10%-os konyhai ecet, ez nem csíp, tehát ennek az lenne a módszer, hogy be kéne mérni akkor a tűzszerepedést 72 órával korábban, akkor az üres fürdőkádban, hát ezt ilyen beöntő készülékkel a szélére föltenni, a hüvelybe becsorgatni, 5 percig álljon, és utána meg 30 percen belül helyt kell állni. Tessék! Meg vagyok. Hát lejjebb kell jönni egy kicsit. Most 40 perc körül jár, de egyébként gyúrni fog rá. Ha valamit professzor úr esetleg mondjuk megpróbálok átvállalni a páromtól, mint a magamnak öntöm be, vagy bármi olyan, hogy ne kelljen neki azért ezeken végigmenni, azt gondolom, hogy kevés, nem? Tehát, hogy itt, hát ez most attól függ, hogy ő mennyire együttműködik önnel ennek a célnak az érdekében. Ő is nagyon akarja. Akkor nem gond, mert az évben semmi veszély igazából. Nincs legfőjebb az, hogy nem az jön be, amit várnak. Hát egy ecetes öblítés. Én már annyi mindenen túl vagyok, hogy én ezt egy kislányért bevállalom. Persze, vagy egy kicsit izgalmasabbá tett szájjal küldöd be. Igen, vagy fölmegyek gyertyaállásba, és mint egy vízköpő felköpöm magamnak. Tehát, hogy ezzel van. Na, ez jó. Én azt hittem, hogy azoknak kell lugosítani, akik lányt akarnak. Legalábbis sok helyen ilyen bulvár féle irodalomban azt mondják, hogy ha lány, akkor a nő lugosítson. Spárga, sok folyadék, nem, kevés állati. Nem igaz, ez a pH-tól függ. Ez jól igazolt tény, hogy a lugosabb vegyhatás az a fiúknak kedvezés, a savanya az a lányoknak. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Cezer Endével beszélgettünk. Viszont hallásra, professzor úr, köszönjük szépen. Szeretek vele beszélni, jókat tanult egyébként, nagyon, érdekes, igen, nem? Igen, mindig egy picit frusztrál, ilyenkor mindig igen, direkt módon a saját bőrömén érzem, hogy ilyen messze vagyok az okosságtól. Nézd, tehát ezek a tükrök kellenek az embernek, hogy az néha... Ember, hogy tudja, hol a helye. Hogy tud, hogy mennyi minden nem tudsz még, de hogy azzal mi a baj, hogy ezt az emberek megtervezhessék, azt például nem értem. Tehát, hogyha az a cél, hogy mondjuk a születések száma nőjön Magyarországon, és a születések száma részben azért nem nő, mert magyar családok nem vállalnak gyereket azért, mert mondjuk nem tudják előre a nemét, de ha tudhatnák, akkor esetleg mondjuk 10-20 vagy 30 ezerrel több gyerek születne. Nem értem, hogy ez miért baj. Hát ez az ondofestéses módszer, ez zseniális. Spirituális szempontból úgyis az jön, akinek egyébként jönnie kell. Maximum te azt gondolhatod esetleg, hogy választasz, de úgyis olyat
kapsz, amiből több tanulnivalód van, ami esetleg a fiú jön, és te nagy baj van a türelemmel, akkor fiút kapsz, mert mit tudom én, akkor több türelmet kell tanítanod, tehát magasabb szinteken ebben nem tudsz beleszólni, de legalább az ember hadd dönthesse át, ez szerintem nincs baj. Nem? Hát ráadásul egy, ugye, egy csökkenő lélekszámú nemzetnek a tagjai vagyunk, már nem vagyunk 10 millióan, és szerintem az egy nagyon jó dolog lenne, hogyha megválaszthatnánk a nemet például ezért, illetve ugye itt is felmerült az, hogy anyagokból kifolyólag valaki, akinek mondjuk már van két lánya, nem fog próbálkozni egy harmadik gyerekkel, hátha alapon, mert hátha megint lány lesz, és nem pedig fiú. Tudom, hogy nátok elég sok minden van, hogy van valami alma egyszer, háztartási egyszer, hogy van ma öblítek. De egyébként egy picit azért a romantikának odavág, hogyha belegondolsz, hogy oda készítesz mindenféle kis síkosítókat, virágokat, gyertyákat, vagy kis hangulat, érted, halk zene szól, és akkor még oda van készítve egy másfél konyhai jegyzet is. Ebből mindent értek, a síkosítót erős túlzásnak érzem, azt mi egyelőre csak arra használjuk, hogy mindenképpen kell, majd rájöttek. Ne nyikorogjanak az ajtók. Arra mindenképpen jó. Viszont, ha nem tudom, hogy figyelte, de azért volt egy számomra is értelmeztető mondat a professzor úrral, és ezt mindenképpen megijesztem. Aki fiút akar, akkor az pontosan lője be. A tűző refedés, te hülye. 8:30 volt pontosan, 2 perccel 3-as ugrásra lehet jelentkezni, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 26-os úton Sajó Szentpéter előtt a körforgalomnál beállt a forgalom, mert hogy egy teherautó borult be az árokba, és nagy a torlódás. Tibi üzente ezt nekünk. Köszönjük szépen. Tudja valaki, miért halad lépésben a gyorsforgalmi Ferihegytől befelé? Kérdezi Vicus. Újpalotai felüljáró Bosnyák felé 3-as kötsz, ezt Tibi küldte, és szökőkutat üzemeltek be a Kerepesi úton a Puskás-Ferenc stadion irányába, de nem volt előre betervezve. Torlódás várható. Ezt Kicsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát igen, ott átvágtak most egy vízezték csövet, valószínűleg ezt többen jelezték. Én csak ebben a sztoriban azt nem értem, hogy amikor elkezdenek ott valamit felújítani, akkor nincs ott egy ilyen üzemvezető, művezető, építésvezető, akinek a kezében van egy tervrajz, ami mondjuk azoknak a vezetékeknek a helyét mutatja, amik ott vannak elhelyezve, vagy voltak elhelyezve a múltban. Hát de mi van, ahol találtak valamit? Egy társatok. Vízér, ami nem volt az ott. Az is lehet egyébként. Bármi érted. Hát ott előtörtént valami kutat találtak, ásványvízű. Merevvízű forrás esetleg. Forrás, igen. Érdekes egyébként. És most ömlik a víz? Hát igen. Igen, oda most kimehetnek akkor, hogy hívják ott forgatni például egy Ricky Martin klipet, vagy ilyesmit, mert... Azt ő imádja ezeket a vizes felsőtesttel éreklést, igen. Ugye Cezár Endrével beszélgettünk a hírek előtt, és az ügy kapcsán hívtuk, hogy ha valaki nagyon szeretne fiút vagy lányt, mit tehet az ügy érdekében, meg lehet-e választani, ugye Magyarországon nem, de elvileg milyen úgymond legális lehetőségei vannak, és akkor itt a lugasítás, a savasítás, az ecetbelülés, ugye, meg hát itt a pH értékek felborítása, vagy éppen szabályzásáról mesélt nekünk a professzor úr, hogy mit lehet csinálni. Fantasztikus anyag egyébként ez az ecet, nem? Tehát, hogy ablaktisztítás. Még nem tudom, holnap megmondom. Igen, vízkövet is nagyon jól szedi. És a vízkövet is leszedi, és még ráadásul lesz. Tök király. Igen. A válság ellenére boldogan szülnék kislányt két fiúcska után, de így inkább nem kockáztatunk. Érdemes lenne rákérdeznetek a témára az illetéket is hivatalnál, írja Enikő. Én gyanítom, hogy ez miért lehet. Tehát azt gondolják egyrészt, hogy bízzuk a természetre, ne bíráljuk fölül, vagy ugye azt, aki erről dönt, vagy ami erről dönt. Meg kérdés például, hogy mi van akkor, ha mindenki fiút szeretne. Uh-huh. Tehát mondjuk az egész világon ezt elérhetővé teszik, és 50 éven keresztül mindenki úgy dönt, hogy csak fiút szeretne. Meg csak lányt. Balázs, ha a jó Isten nem azt szeretni, akkor nem az lesz, jó? Én is ezt gondolom, hogy te... Professzor is azt mondta. Te eldöntheted, vagy eljátszhatod, hogy eldöntöd, de az jön hozzád, akinek jönnie kell. És tök mindegy, hogy te most választottál, nem választottál. Maximum az a doki, aki ezt elmész, a hitet adja a kezébe, és azt mondja, hogy tegyél úgy, mintha ezt te választottad volna. De úgyis olyan jön, akivel feladatod van, meg akivel több munkád van. Olyan gyereket nem kapsz, akivel nincs munkád, nem? Mondjuk azért megnéztem volna a professzor úrnak az arcát, amikor az a bizonyos bizottság elutasította a kezdeményezést, ugye ezt a sejtszétválasztásos megfestéses dolgot, aminek alapján egyébként sokkal nagyobb százalékkal lehetne fiúd vagy lányod, és ez egy nagyon segítség lett volna, mondjuk így a szültés szabályozásban. Szóval hogy azt a pillanatot, amikor előhozakodtak ezzel, hogy bízzuk azt a jó Istenre, professzor úr. És akkor ő nyilván egy nagyon toleráns, nagyon intelligens, nagyon kulturált ember, de amikor ezt így bedobták neki, hogy bízzuk a jó Istenre, professzor úr, hogy milyen lesz ez a gyermek, lány, avagy fiú, akkor mi lett az arcán? Nem örült neki, valószínű, igen.
Ecet naptár a gyereknél, emiatt hülyeség. Balázs sokszor megmondta, minden fejben dől el. Igen. Három fiam van, ha tudnám, hogy lány lesz, a negyedik bevállalnám. Én úgy irányítottam az együttlétet, hogy két naponta legyen, valahol vastam, ha fiút szeretnénk, így kell, és bejött, kétszer is fiú lett. A páromnak van egy elmélete a születendő gyermek neméről. Egy kapcsolatban az erőszakosabb fél nemétől eltérő utód fog születni első gyerekként. Tehát, ha egy párnál a nő a domináns, akkor fiú születik első gyereknek, és éppen pont fordítva is így igaz. Hát. Én kiröhögtem, de általában működik. Ez érdekes, mert nálunk nem. Hogy mi az elmélet, hogy ha a lányod születik, akkor a pasi domináns lány, akkor nálatok ez... Hát, hogy igen, hogy nálunk nem, nálunk Mónia domináns, és lányunk született. Hát ezért, mert ő eldöntött a fejben. Uh-huh. Ennyi. Ismerősöm három lány után megpróbálta, hogy legyen egy fiú, jelenleg öt lányuk van. Nekem két fiúm van, ha lehetne bevállalni még egyet, ha tuti lány lenne. Nekünk hármas ikreik vannak, mind lány, hogy lehetne fiú. Azt mondja, hogy egy barátomnak két fia volt, majd úgy döntöttek, hogy vállalnának még egy gyermeket. Lányt szerettek volna, gyakorlatilag ezért vállalták a harmadik gyereket. Odafigyeltek mindenre, evés, naptár, táplálkozás, lugosítás, minden. Végül iker fiúk lettek. Na jó, próbáljuk meg még egyet, hát ha lány lesz. Igen. Na, hát ha lány lesz. Na, de egyet csak. Csak összejön. Nem többet. Iker fiú. Mi itt a lényeg? Megint olyat kapsz, amiből fejlődsz, nem? És amit még meg kell tanulnod, vagy nem tanított meg neked az első két gyerek. Így van, de ilyenkor azért elképzelem azt, amikor egy ilyen esős, villámlós, borongos napon kirohan az apa a ház elé, letérdel a gyepre, és elkeseredett arca felüvölti az égre, hogy nem fejlődtem még eleget! Miért cseszeget? Oda telefonáltak a szülészetről, vagy apuka. Mondok egy konkrét példát. Például, ha te türelmetlen szülő vagy, és neked sok bajod van a türelemben, még nincs gyereked, és meg kell tanulnod. És nekem nincs bajom a türelemben! Igen, milyen típusú ember vagy. És lányt szeretnél, mert azt gondolod, hogy a lánygyerek kevésbé hiszti, a lánygyerek nyugodtabb, a lánygyerek ül egész délelőtt, és babát. Nem úgy értem, mert hogy... De hogy mit tudom én, egyszerűbb dolgod lenne a lányjal. Te ezt eldöntöd fejben. Egészen biztos. Az esetek többségében, hogy tuti, egy izgőmozgó, izgága, kicsit erőszakos, hiszcizni nagyon tudó fiút kapsz. Érted? Mert abban nem lenne feladat, hogy a gyereket kapnál, mert nincs fejlődés. Túl tehát, egyszerű lenne. Az túlságosan egyszerű lenne. Igen. Találtam egy naptárat. Ez megmondja, hogy ha ma valaki együtt van valakivel, akkor mi lesz? Terveztek ma valami kis pezsgőpukkantás, romantikus... Valami? Nem, meg tényleg tudom mondani. Várjál. Nem, általában akkor tervezünk, amikor találunk valakit a gyerek mellé. Ja, hát menjél, vigyázzak rá. Megsötáltassam addig. Jó kezekben van, elviszel egy moziba, mutatok neki valamit. Igen, ez azt mondja, hogy ha te ma este, igen, tehát megmondja az anya életkorát, fogantatás hónapját, és napra pontosan lebontva, hogy igen. Ez nem az. Mindegy, ez nem az. Ez a kínai fogantatási naptár, ezt állítok Pekinghez közel találták egy kínai királyi sírhelyen, és a naptár segítségével meghatározható az anya életkora és a gyermek fogantatási hónapja alapján a születendő gyermek neve. Tehát ez akkor, amikor már megtörtént az együttlét, és akkor vissza tudod szépen számolni. Nem tudom, ezen a téren nincsenek tapasztalatom, nálam legutoljára a naptár akkor működött, és az is egy kártyanaptár volt, aminek a másik oldalán bíróica volt, hogy átnéz a válla fölött, és igen. Mi van most? Szeptember? Szeptember 4? Szeptember 4-e szerda. Igen. Szeptember 4-e szerda. Mennyi idős a Móni? Fogalm sincs. Várjál. 72-es. 72-es, az azt jelenti, hogy... 71. 40-41. Mindenki annyi idős, amennyinek gondolja magát. Ha ma este esetleg hazaviszel egy jó üveg pezsgőt, felveszed a legszebb boxerasod, és azt mondod, hogy pukkantsunk egyet, baby. Ma fiú. Ma fiú lenne? Ma fiú lenne. Hát, lehet, hogy felvetem neki. Azt mondom, hogy lehet, hogy felveszel valami szép kis szexi ruhát. De szerintem azért ez ennél egy picit bonyolultabb. Na jó, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Hello, jó reggel!
Hello, Gergő. És mi van egyébként olyankor, bocsánat, Gergő, csak be kell fejezni még egy gondolatmenetet, hogyha ha mondjuk odaig jött el a kapcsolatotok, hogy már nem minden fejben, hanem minden szájban dőlne. Ezt meg se hallottam. Van gyermek, Gergő? Nincsen még. Még nincsen, szeretnél? Hát ezek után nem tudom. Ugye? Ja, nem, mert most mert szimpatikus hangja alapján. Nem úgy, hogy tőlem, hanem hogy egyébként. Milyenek a kérdések, Jani? Nehezek. Nah, francok, nehezek. Az első kettő az halálosan vihető, a harmadik az meg olyan nehéz, hogy ne is menj rá. Na, most nagyon őszinte voltam. Mehetünk? Próbáljuk meg. Oké, így szól az első kérdés. Kérdés, neked, tetszak neked, Gergő. Puszi fiú, figyelj oda. Melyik irodalmi műben hangzik el az a kérdés, hogy hé paraszt, melyik út megyen itt Budára? Dolzi. Így van, hát legyél egy kicsit magabiztosabb. Mehetünk tovább? Igen. Dedikált egér alátét ért, így szól a második kérdés. Milyen gyümölcsfajta az idared? Alma. Így van. Haszítasz te kis szöztek. Huncut vagy. Jöhet a harmadik kérdés? Persze, egyszerűen. Akkor fuszunk neki. Na figyelj. Cuki fiú. Hol szálltak partra a szövetséges csapatok 43. július 10-én? Okosan ne kapkodj. Szövetséges csapatok. Ne sziasz, Kuki fel. Egy pillanat, a szakértő listámból egyeztetek. Csak nyugodtan. Vont be őket is. Szokhelyes fiú egy helyen. Nincs azzal baj. Ide, cücc le a combomra. Hát. Itt vagy, Cuni fiú. Nem jut semmi eszünkbe, mondjuk Normandiát. Normandia. Hát na, a... ezért mondtam, hogy nem kell kapkodni. Kicsit csalafintának tűnt a kérdés, de nem Normandia. Nem. Szicília, Olaszország. Szicília. Normandia az ugye, hát az 44. Bizony, egy kicsit később történt. Így van, ez egy nehéz kérdés volt. Hát igen, más partoszállás hirtelen nem is jutott eszembe. Nincs harag, ugye? Nincsen. Bum, az egyet, te huncut, jó? Na. Tudod, mi az? Mehetünk? De ne csak pukkanyan. Nagyot pukkanyá. 3, 2, 1. Ide, ide az arcomra. Most már kicsit izgulok. Hogy? Ah, a füstöd neki, hát hogy? Dirdore, pif, puf, cicat. Jó, jó kikorboltad a szoftver púzóját. Nem ad ez a rohadék, nem a kutyafáját, nem. Nem ad az. Mockos szemét, meg is ütöm. Gergőként vigyázz magadra, jó? Köszönöm, hello. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Hogy megtekertem, és egy másik értelmet is adtam a csácsuminak, nem tudom, figyelte, de cácumi. Igen. 3 perc múlva 9 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 9 óra múlva 11 perccel, úgy is mondhatnám, hogy 4:10 lesz. 4 perc múlva, 9:30 lesz. 19 perc múlva. És van egy trafink. Gyoma Endrőd után mező túr felé. Ez nagyon-nagyon fontos. Valamint az M6-os 42-es kilométerén szintén készülnek fotózni. M3-as Tiszavasvári kijárat előtt a 204-es kilométernél mérik a Pest felé haladókat. Ezt Petya küldte nekünk. És a 131-es kilométernél szintén mérnek Pest felé. Üzeni Miska. Szökők útat üzemeltek be a Kerepesi úton, a Puskás-Ferenc stadion irányába, de nem volt előre betervezve, mindenki figyeljen. És újpalutai felüljáró Bosnyák felé 3-as koc, ez pedig Tibi küldte nekünk. Feri most nincs, volt nincs, reggel, de van. Elment. El kellett menni elhoz az Alfát, mert éppen az éves kromofát fürdőn van. Induljon az aljaskodás? Mert akkor, hogy hol van a Feri. Az a, hogy jövő héten Szabin leszek, és akkor viszont nem akarok magas labdát dobni. Tehát úriember módjára Ferenc egy rendezvényen van. Így nem pocskondiászhat majd a jövő héten, hogy milyen nem is tudom, bőr és nemi beteg gondozóban vagyok, urológiai műtéten vagyok, egy ritka szemműtétet hajtanak rajtam keresztül a végbelemen keresztül, tehát hogy ezeket nem tudja mondani, mert én most úriember voltam, csak te tudsz majd szemétkedni. Alulról benyúlnak, kihúznak, kifordítanak, lemosnak, visszafordítanak. Igen. És az egy hétig tartani kijelent. És hát ugye szeptember van, ez azt jelenti, hogy becsöngettek mindenki az iskolában, az összes gyerek már bent, és ez ugye Szújó Zolinak is nagyon jó, hiszen ő is benn van már a padokban. Toljunk csak. Ja, jó, én benne vagyok. Na, szóval holnap már lesz, Feri, ez a lényeg. Viszont olyan hölgyek jelentkezését várjuk most, elsősorban SMS-ben,
és azért mondom előre, hogy legyen idő megfogalmazni, és mint egy beárulva a párotokat megírni az SMS-t, aki olyan hiú pasival él együtt, amit a föld még nem hordott a hátán. Tehát keressük azon férfiakat, akik bevállalják magukról, az is jó, de leginkább azt gondolom, hogy asszonykáik, barátnői tudnának nekünk írni SMS-t. Bár csak küldött egy SMS-t, mit akar? De nem tudom, az SMS számot kérdezi szerintem, hogy tudjon írni. Ha ahol a férfi túlzásba viszi a szépítkezést. Írjátok le, hogy mit csinál, mennyi időt tölt a tükör előtt, mi az, amit bevállal borotvával, gyantával, orrszőrvágóval, fülszőr kipiszkálóval. A fülszőrre mi a problémád? A fülszőrre? Mert nekem elég sok. Hát tulajdonképpen... És szerintem tök jó. Nekem a fülszőrrel nincs problémám, ugyanaz, az, mint az orrszőrrel. Szerintem az orrszőrre nincs mentség. Tehát... Tehát ahogy szoktam mondani, ez olyan, mint az orrszőr, erre nincs mentség. Ne, a fülszőrrel nincs probléma, azt ki kell venni. Tehát az egy bizonyos kor felett egyébként az ember egyszerűen nem tud együtt élni a fülszőrével, illetve hogyha különböző csecsebecséket fűz bele, akkor talán még mutatós is lehet, de még nem az a kultúrkör vagyok. Én például rendszeresen eltávolítom a mutáns szőrszálakat. Igen, tudom, egy ideig arra gyanakodtál, hogy csökkent a hallásod, aztán elmentél egy vizsgálatra, és azt mondták, hogy nem, csak egy amazonas szintű erdőméretű valami kétszikű nőtt a fület tövén, úgyhogy jó lenne azt írtani, azóta tudom, hogy szedett. Hát így van, sajnos kell. Na, elmondom, hogy miért kértük, hogy jelentkezzenek ilyen pasik, ugyanis George Clooney ugye pár hónappal ezelőtt, ez egy pár hónapos hír, ebből nem csinálunk titkot, már kipróbálta azt, hogy milyen a herevasalás. És azóta erre külön iparág nőtt ki már Hollywoodban, Amerikában, mert hogy egyre több férfi megy el és vasaltatja ki a heréjét. De nem a... hát szerintem nem a zacsit. Hát... nem magát a gojzlit. Hát na azért, mert hogy ez... Nem, most én most nem arra gondoltam, és hogy... És még mindig dudorodik, és még mindig. Igen, és egy ilyen erővágóval. Nézd már a kis George, milyen játékos. Megpróbált elugrálni. Már megint, mintha szappanos hallal próbálkoznék. Igen, és valaki csak belépett a műtőbe, és azt mondta, mi ez itt, oliva? Nem, ne egye meg! Az Clooney heréje. Nem, ugye arról van szó, hogy valamilyen plasztikai eljárás során neked lefejtik a bőrt, ugye az acsiról, kivasalják, ránctalanítják, és szépen, mint egy ilyen frissen mosott fehér neműt, vagy egy frissen mosott ágy neműt, visszarakják a gojzlira, mint egy ilyen jóféle kis hálóság. És hagynak egy ilyen certet is, mint a szállodákban, hogy az ön szobáját Marika takarította, az igen. Az ön heréjét Dezső vasalta. Hát George Clooney-nál nehezebb volt, mert ki volt a ne zavarjanak táblás. Picit nehezebb jutottak be. Megtakarítás. És ő ezt felvállalta egy interjúban, hogy ki vasalta a heréjét. Azt mondta, hogy soha nem maradta fel a ráncait a szeme körül, nem kevés pénzt költött azonban a herezacskó kisimítására, mivel odalent nem szereti a ráncokat, és... De nem értem. Ezt a beavatkozást hát herevasalásnak hívják. Nem tudom, tehát hogy az is összerántja, de hogy miért nem sózza. De hogy... Figyelj, George Clooney túl van az 50-en. Ti afelé tendáltok, én is csak jóval később ének majd oda. Nem biztos, hogy esztétikailag egyébként nem szebb egy frissen vasalt, fazonírozott here, mint egy ilyen kicsi, már-már a késői szüretelésű szőlőt hasonlító, pici, aszott valami kis darabocska. Érted? Hát az előbb-utóbb, hiába kened azt ráncszalító krémmel, hiába csinálsz bármit, az ráncosodik. De hogy ez hogy néz ki? Hogy elaltatnak? Vagy hasra fektetnek, hátra fektetnek, vagy vidáman beszélgetsz ott közben a dokival, meg a nővérkével, miközben valaki elszántan vasalja a herédet 180 fokon? Vagy ez hogy kell elképzelni? Nem tudom, mert hogy engem még annyira nem írt a dolog, hogy nyilván ennek az oka, hogy inkább cserjés vagyok, és nem tajgás, tehát hogy nem látom, hogy mennyire ráncos, vagy nem ráncos, de nem, nekem nem tűnt föl, hogy nem zavar. Tehát az se zavarna, hogyha egyébként probléma lenne vele. Jó, hát de azért neked ne felejtsd, hogy akkor a vángon a nadrágodban, hogy nem látod a gojzlit. Tehát, hogy te nem tudod megállapítani, de hát ez legyünk házért hálásak, hogy mi van alatt a effektíve fizikai lehetetlenség, hogy... Hát, valószínűleg, érted, lehetnék simán a Tokai Borháznak az egyik arca, mert hogy érted, azok alapján, a mazsolák alapján, amik alattam. Te egy hatputanyos vagy, hozzád nem tudom hány szülőszemenként mazsolaszemeket. Utána már sót esznek, mert annyira édes vagy. Te megcsináltatnál egyébként?
Tehát most jönne egy, nem fontos. Jön egy plastikai cég, és azt mondja, hogy figyelj, legyél a reklámarcunk, egyet választhatsz ingyen, amit megcsinál neked cserébe egy évig mondjuk a reklámarcunk, vagyis felajánlanák a herevasolást. Nem csináltad, nem meg? Nem, hát ez engem egyáltalán nem. Meg hogy egyébként na, amúgy is elég nehezen viselem, hogyha egy férfi maltat mögöttem, de hát ezt egy időről az emberek meg kell ejteni a korral elől a halottával, meg egyre rendszeresen, és tényleg ajánlott, de hogy nézzük csak, mi van itt alul, és még mindig nyúlik, és még mindig, ajjáj vadonú. Ajjáj vadonú, rosszabb, mint egy rossz sárpej. Nem tudom, ez miért lenne zavaró? Nem tudom, hogy a nőket zavarja például. Egyáltalán hol van a határa annak, amit még egy pali jó, hogy bevállal, vagy nem jó? Tessék, menjünk végig a különböző fokozatokon. Egy pasi minden este áll a tükör előtt, és krémekkel kenegeti az arcát, ránctanító krémet használ, bekeni azt. Tehát egy kicsit piperkőz. Tessék, krémezéssel van baj, hogy te férfiként krémeket használsz? Hát szerintem nem. Nincs. Nincsen. Nincs. Azt vettem észre, hogy mivel nagyon... hogy is mondjam csak, tehát hogy eleve én picit szikárabb testalkat vagyok, meg mondjuk haj se nagyon van a fejemen, ami így levédeni például a fejbőrömet, én azt vetem észre, hogy a napnak a szikkasztó hatása, illetve az, hogy állandó... Jó kamillás kézkrém. hogy én például szoktam a homlokomra kenegetni ilyen soft krémeket, ilyen éjszakai krémet. Mert hogy azt vettem észre, hogy elkezdett itt elvékonyolni, meg egy ráncosodik. Tehát, hogy szerintem ez. És te kered magad. Így van, kered mi az, amit magam, már férfiként, mi az, amit férfiként mondjuk soknak érzel? Tehát mi az, ami orrszőrszedés oké, fülszőrszedés oké, fölteszel-e arcpakolást, mész-e kozmetikushoz, nem? Tehát egy férfi kozmetikushoz jár, az már metroszexuális, vagy az már nagyon narcisztikus? Hát eleve én ezeket a dolgokat inkább otthon intézem el, egy jó fűszegélyvágó. Egy damilossal végigírtam magam. Kipörgeted? De hogy azzal meg lehet szerintem oldani a dolgot, de hogy így ez a köröm például sokszor mondja nekem Móni, hogy például a körmeimet azokat rendbe tehetném. Tehát, hogy egy picit... Gondolod, de ha már feleséged mondja, van, akkor... hogy amikor annyira benőtte a bőr, hogy már nem is látja jól-e rajtam köröm. Tehát, hogy... Mert például egy férfi manikűröshez jár, tessék, sok? Így a zongoraművész menjen, meg gitárművész, mert annak fontos, hogy a körben jó állapodol, de egyébként így... Szerintem egyébként ez mind, ha valaki ezt megengedheti magának, és van ennyire igényes, ez abszolút nem tartozik a tehát nem oda sorolnám, hogy ez csak és kizárólag nő csinálhatja, tehát ha megnézed azért a nyugati társadalom, mint az olasz pasikat, hogy igenis kozmetikushoz járnak, hogy manikűröshoz járnak, hogy annak magukra, és ez nem feltétlen egyébként pénzkérdése, tehát nem arról van szó, hogy most a magyar férfiak azért nem járnak, mert nem engedhetik magunknak, ez hülyeség, tehát egy csomóan megengedhetnék. Ez egy olyan fokú igényesség, amivel egy pali szerintem jó vagy jobban ápolt hatást kelt, vagy például egy férfi kozmetikushoz jár, nekem nincs vele bajom. Sokkal nagyobb baj az, hogy egyszer elkezdesz járni, akkor elronthatják annyira a bőrödet, hogy ilyen a életed végéig járni kell, és sokkal rosszabbul tudsz kinézni, mint ha nem járnál. De szerintem, ha egy pali ennyire ad magára, azzal egyáltalán nincs baj. Mondjuk, hogyha például a hátam mondjuk egy kicsit talán szőrösebb a kelleténél. Kinek? És azt Ferinek, hogy... Jó, hát... De... tehát, hogy ha azt eltávolítatod, akkor azzal szerintem semmi gond nincsen. Hát a Feribe az a jó, hogy ő betóra is tud feküdni. 60 fokos betóra is le tud feküdni, mert nem égeti a hátát. Tehát én mindig viszem a kis törölközőmet. Laticel, kit érdekel? Tehát én egy törölközővel feküdtem le a stábulin, a Feri meg odavágta magát a 60 fokos betóra, és vidáman napozott, mert... Egészen addig, amíg a közelebb nem hengeredett a flekkensütőhöz, mert ott egy szikra bajt csinált. Olyan volt, mint Luke Skywalker, az a sziklajárója, hogy itt 10 centivel a föld fölött feküdt, csak mert tartotta a hátszüle. Nem, miután megkapta a szikrát, olyan volt, mint Owen bácsi és Beru néni a rohamaszlagosok látogatása után. Tessék, egy férfi szedi a szemöldökét. Sok vagy kevés? Szerintem elég. Már mi elég? Elég, és nem tovább egy férfi lesz egyet? Azzal sincsen gond, mert mondom, tehát, hogy 40 fölött már megjelennek ezek a mutáns szőrszálak, és amikor azt veszem észre, hogy mondjuk az egyik szemöldökömtől már a másik ígér egy szőrszálát átnő egyetlen darab, akkor azt én például leszedem. De ha középen nő, azt mondjuk kiszeded, de oldalt nem. Oldalt nem foglalkozom. Jó, utána járunk egy kicsit plastikai sebészni, hogy mit jelent az a herevasolás. Ezt mondja már el nekünk, mert én erre kíváncsi vagyok. Hogy tényleg lefejtik, flekkenesen kicsit átvasalják, visszateszik. Itt visszahajtom, itt beveszem, itt felslitzelem. Tehát hogy? Ez vagy úgy, csak mint kicsit, a férfi szabónál? Igen, vagy csak kicsit meghúzzák, és alul összekapcsolják, vagy tehát nem tudom ezt elképzelni, hogy mit csinált magával George Clooney. Meg hogy tényleg, amikor valaki egy ilyet megrendel, akkor azt mivel indokolja meg?
Hát az azzal, hogy ráncos a heréje. Tehát azért azt nehéz lenne megindokolni, hogy nem tudom, hogy szúravak beled. Mivel hát, tudod megindokolni? Hát azzal, hogy nem szereted, ha ráncos a heréje. Bocsánat, hogy azért sok dologban vannak különböző ilyen össztársadalmi elvárások, meg lehet mondani azt, hogy ez a szép, meg ez a jó, meg hogy ez az etalon, de hát zacskóba azért én még nem láttam, hogy mit tudom én, hogy ez a... Na, így kell kinézni egy zacskónak. De nem? Van ilyen? Nincs ilyen zacsi etalon, de mindjárt megkérdezzük. Krasznai Zsolt itt van velünk, plasztikai sebész. Hello Zsolt, jó reggel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hello. Kényes téma. Feleségemnek nem szóltam, hogy a rádióban leszek ebbe a témába. Már hogy kedvet kapjon ő is, vagy milyen? Ne, hogy megtetszen neki az ötlet, ugye? Ez egy jó kérdés egyébként, ez egy olyan műtét, amit ember akár saját magának is, ha ért hozzá, vagy beavatott, vagy azért ez altatásban zajlik? Gyúródeszka van otthon, meg epiláló, akkor biztos, hogy egyszerűen megoldható, de nem javasolt otthon. Nem tudok különben erről a beavatkozásról, nekem is újat mondatok, mikor most hívtatok, hogy ez ebben a témában, hát hogy mi az etalon, nem tudom, Dávid Szobor, vagy az XXL csatornát kell megnézni ebben a esetben. Kinek mi, igen. Kinek mi. Szóval akkor hozzád még nem fordultak ezzel a kéréssel? Nem, megmondom őszintén, de amikor hallottam, akkor ez, mondtam is magamban, ez egy kényes téma. Az jutott eszembe, amikor emlékszem, urológiai gyakorlaton voltunk, és volt egy szegény ember, akit a gyakornokok óra előtt csináltak egy cisztoszkópot, és a lányok azok még csak bírtak, de mi férfiak egyből összenéztünk, és lefelé néztünk, úristen, hogy lehet kibírni. Mi az, milyen beavatkozásod? Mit csinálnak? Csak hogy értsük be. Egy szkópot bevezetnek, egy hólyagvizsgálatot. Egy teleszkópot? Egy ilyen helyi érzésteintésben, és akkor abban a pillanatban megborzadtunk a látványtól is, illetve szegény páciens is, amit ott megél, de hát ő bevállalta, hogy medikusok előtt ez megtörténhet. De nem nézném meg még egyszer, magamnak meg nem tapasztalnám. Hát aztán a témátok az meg még kényesebb, ugyancsak külsőben történik valami változtatás, vagy legalábbis reménybeli változtatás, de nem hiszem, hát igen, de általában úgy indul, hogy Amerikában valamit kitalálnak, nem? Akkor azt ott felkapják, és utána szépen mondjuk európai országok plasztikai sebészek is látnak ebben mondjuk fantáziát, és elkezdik először megtanulni, majd végezni. Tehát előbb-utóbb lehet, hogy begyűrűzik ide a herevasalás, nem? Erre még nem találtak ki eszközt, legalábbis a szimpóziumkon nem találkoztam még vele, de fogalmam sincs, lehet, hogy valami őrült fogja kitalálni a maga eszközét. Mi volt a legabszurdabb, vagy a valóságtól legelrugaszkodottabb ötlet, vagy kérés, amivel megkerestek téged, akár nő, akár férfi? De nyilván a férfiak jobban érdekelnek. Már nem úgy, érted? Ezzel kapcsolatban? Tehát az alsó, tehát a nemi szervek kapcsolatban? Akár, ez egy létező probléma, vagy legalábbis amikor tanuló voltam, akkor hallottam, hogy nem egy férfi úgy próbálja magát férfiasabbá tenni, hogy ugye a figyma alá beültet bizonyos dolgokat, amitől még keményebb vagy még vaskosabbá válhat ugye a szeretkezésben való használat. Ezt állítólag a börtönben csapágy gólyokkal végezték el, vagy pedig a fogkefének a nyelét faragták le úgy, hogy amit ültettek be neki, vagy a börtönorvos, vagy éppen a kiszabadulás előtt, vagy után lévő állapotban egy plasztikai sebész. Ez egy elég extrém. Ezzel szerencsére még nem kerestek, de biztos, hogy nemet mondanék. Legextrémebb dolgok. Hát nézd, hál' az égnek engem nem nagyon kerestek még meg bolondabbnál bolondabb ötletekkel, de szerencsére eddig megúsztam. Úgy egyszer volt egy srác, aki bemutatta Eminem fotóját, hogy azzal akar alakulni, mindig azt mondtam, ez amit kutyából macskát faragni nem túl egyszerű, abár szőrös mind a kettő, de nem lett volna egyszerű eset. Hál' az énekre nagy átalakulások engem elkerülnek, nem is biztos, hogy szerencsés dolog. Technikailag ez nagyjából hogy nézhet ki? Tudom, hogy nem csináltad még, meg nyilván ezt tanulni kell, de hogy azt ott leszedik meg, vagy saját visszateszik, vagy közben ott veled beszélgetnek, és akkor ott közben ott matatva kicsit vasalgatnak, vagy hát, hogy nézhet ez ki? Mondom, azért nem tudom elképzelni, mert ugye azt mondom, hogy valakinek túl nagy a skrútuma, tehát most szakmai nyelven, hogy azért tudják, hogy orvosról van szó, tehát a herezacskó skrútumnak hívják, a skrútuma túl nagy, azt lehet, hogy lehet redukálni, természetesen azért érdemes urológust is bevonni, nehogy ebből túl nagy probléma legyen. Ugyanez a nőknél létezik, ugye a kisajak nagyok plasztika, ahol a nagyok vagy kicsi, ezért töltetik, vagy ha túl nagy a kisajak, akkor ugye azt redukálni kell, tehát kisebbíteni. Férfiak, megmondom őszintén, nálam még ilyen problémával nem jelentkeztek, és nem is hallottam róla, tehát azért mondom, újdonság, utána nézek, de ez lehet, hogy csak valami bulgár pletyka, ami fölröppent Amerikába. De hogyha ezt egy szár megcsinálja, akkor abban a pillanatban biztos, hogy bolondírja lesz a világ minden részén, de remélhetőleg nem lesz ez. És mit mondtál, hogyan hívják szakszóval? Krótum.
Na, klótum? Nem, skrótum. Skrótum. Jól mondjátok, azért ez anatómia még azért nem biztos, hogy tudod, átmenne. Kanisz, az a kutya, a skrótum, az a here. Hát ez teljesen egyértelmű. Ja, nincs itt a Feri, nem protezsáljuk be? Nem lehetne valami olyasmit, hát, hogyha először ez mondjuk megérkezik Magyarországra, akkor... Akkor ő lesz az első. Hajtene, de igen, akkor lehet, hogy te is sorba fogsz állni, mert annyira jó lesz a beavatkozás, Isten se lehet tudni. Nézd, a Feri jön itt nekem kisimulva, és azt mondja, hogy nézd, Bali, kicsit így lehajolok, megnézem, az rendben van. Megnézzük akkor... előtte, utána, és hogyha ha meggyőző, vagy dobunk fel a Facebookra is mindenképpen képeket. Mindenkit föl kell tenni, előtte, utána a fotót. Persze, hát az megcsináljuk. Mosolygós fotót. Az első, ami arccal együtt lesz. Na jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, felvidítottatok mindenképp. Köszi, ciao. Én köszönöm. Köszönjük, dr. Karsztányi Zsolt, plasztikai sebésszel beszélgettünk. Nem, hát tegyük már be a Ferit. Szerintem, figyelj, elsőnek lenni mindenben jó dolog. Holnap visszajön, most ugye nem hallgat minket, mert műsort, és azt mondja, hogy Feri, nem tudod, tegnap mekkora bizniszt kötöttünk. Ha megérkezik Magyarországra a herevasolás, te leszel az első. George Clooney már megcsináltatta. Ha pénzbe kerül, álljuk neked, nem? Figyelj, hát szerint azért az egy jól hangzó, nem olyan hosszú névsor, de hogy George Clooney és Rákóczi Ferenc. És Magyarországon már Rákóczi Ferenc. Már látom az aktívan az előtte-utána képet, mondjuk tényleg. Hogy Feri áll a nappaliában kicsit aláemel, és ott egy halszem optikával ott egy ilyen makrónyi közelít próbálnak róla. Ne, ő nem tud aláemelni, valószínűleg egy bautranszhoz zavarú állna ott. Húzhatod! Igen, nem bírja! Hozzátok a 30 tonnásra! Mindjárt füstölt a Na, ugye kértük, hogy írjanak nekünk csajok, hogy kinek van a leghiúbb, legnarcisztikusabb vagy metroszexuálisabb pasia az országban. Egy-két SMS jött már. Én már annak is örülnék, ha a férjem a fodrászhoz eljutna. És nem engem piszkálna este 9 után, hogy vágjam le a haját. Ezek után élvezettel szedem ki a szemöldökét is. Egy másik SMS író azt írja, edzés után képes hosszú perceken keresztül kisgatyában a melizmait simogatva a tükör előtt szambázni, majd megállapítja, hogy milyen jól néz ki. Hajhab, síróbeszárítás, testápoló, szemöldökcsipesz már természetes. Van egó, de szerintem cuki. Így a teca. Jaj, fiúk, ha felhívtuk, olyat mesélek, az épasim olyan volt, mint egy nő. Velem vásárol, amit imád, krémek, szemöldökszedés, különböző kiegészítők, írja Viki. Ez már klinikailag bizonyított tény, hogy amennyi hajat a fejedről elveszítesz, azt a füledben és az orrodban látod viszont. Igen? Hát nem, hát annyit nem azért. Hát, mert nekem váligérő volt, akkor most kezdtem egy picit rettegni. Én értem, én azt hittem, hogy a fodrászot csak be a füledbe hagytam, ott a pamacsot, amivel borotvál, de akkor nem. Nem árulok el vele nagy titkot, máshol már megjelent, de azt jelenleg ruhat akarja. Fater azt mondta, fiam, ha a fürdőszobádban a szappantartón nem férnek el a dolgaid, akkor meleg vagy. Teljesen egyértelmű. Hát egyébként igen. Amúgy én bennem a nyitottság megvan, és... Na, de ez egy új vonal. De bármikor elindulok egy ilyen irányba, akkor mindig van egy pont, amikor Móni azt mondja nekem otthon, hogy ez nekem már túl Tomi bolyos. Már milyen irányban? Ezt szoktam mondani. Tehát, hogy amikor például, mit tudom én, egy-két olyan holmit veszek fel, vagy mit tudom mint én. Tomi boly? Igen, mert hogy ő azért egy ilyen metroszexuális kategória volt. És hát ő nagyon-nagyon odafigyelt a külsejére, és akkor nálunk ez egy ilyen kicsit ilyen szlogenszerűvé vált, hogy Móni szoktam mondani, mindig így mondogatni, hogy hát nekem ez már túl Tomi bolyos. De ezt akkor mondta, amikor egy nagyon feszülős kis tangában táncoltál neki. Igen, egy ilyen fehérsíró, ilyen kis ízében, ilyen kis sapkácskában is, hogy hívja. És hátul semmi, elől valami. Egy kis ormányos alsógatjában ízéletesen roptad. Na várjuk még csajok SMS-ét, jó? Írjatok nekünk, SMS számunk 06. 70, na hát ez is Feri nélkül azért ilyen élettelen. 645-00-00, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:10 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggelt, egy-két közlekedési hír, amivel reméljük még tudunk gyorsan segíteni. Trafi rendőrautóból a 83-as úton Győr felé, Győr szemerén, méghozzá a temetőnél. Ezt Geri küldte, valamint az M3-ason Pest felé a 129-es kavics után most állt fel a háromlábú, lehet vigyorogni. Biós Pityu üzeni ezt nekünk, köszönjük szépen. És Gödöllő és Veszprém között most kezdenek mérni a háromlábúval, szintén ezt földmérő üzeni nekünk. És ahogy látom, a keletinél sincsen még minden rendben, azt írja az egyik kedves hallgatónk Zsolt, hogy a keletinél az aréna felé hatalmas vízcső törés van, az Erzsébet híd irányába pedig a Blahától állt be. Tehát, hogy még azt ott nem sikerült megoldaniuk, azt a problémát, ugye?
Ott a hát csőtörés, ugye? Így van, ott megfáradt az egyik vízvezetékcső, miután belemarkoltak valószínűleg. Hogy mi van akkor, hogyha például ez nem egy vízcső, hanem mondjuk gázcső? Akkor... Tehát, hogy... Hát ez egy érdekes kérdés, igen. De valahogy nem nagyon robbannak föl így az elmúlt 50 évben, már egy építkezés közben csak belemar egy gázcsőbe, tehát szerintem azért azt figyelik meg, azt elzárják, nem? Ja. Mondjuk nálunk, amikor a csatornát fektették, úgy átvágták a nullás kábelt, mint a húzat. Csak így láttam a garázskaput elfüstölni a mikrót. Hát, így ennyi. És jövök ki a házból, mert pontosabban a Viki nem voltam otthon, csak később értem haza, és láttam, hogy az ember így rúgdalja a kábelt. Szólnak ilyen, ne rúgdald már, te hülye, és ugye a házba elment a feszültség visszajött, Mint ha tudatosan azon dolgozott volna, hogy hogy nyírjon ki minden elektromos készüléket bent a házban, így vakarja a fejét, és rúgdalja a vezetéket. Azt látod, hogy bent meg az összes ugye, tévéhűtő bekapcsol, kikapcsol. Azt nem szeretik nagyon, nem tesznek nekik jót igazából. Átvágták, hát azt mondják, hogy ha ott van a vezeték, vagy a pózna, akkor annak alatta kellett volna mondani, hibás a rajz. Máshol ment. De van ember, hát ha ott van a vezeték, meg ott van a következő, akkor nyilván lemegy a vezeték, elindul jobbra és megy. Nincs ha nekik a rajzon, nem úgy van. Betű. Tessék? Ők hogy képzelték el, hogy lefektettek belőle egy violin kulcsot? Igen, kicsit. És ott úgy átvágta azt ott. Hát most... Mondjuk a gázvezetéknél se arra gondolok, hogy átvágja, és akkor mit tudom én, a cső meg a markolókanál, akkor ízé szikrát vet, és akkor ott valami probléma támad, hanem inkább arra, hogy állnak, és akkor azt mondja, na, átvágtuk, mindegy, akkor cégi szünet. Igen, megcsinálják. Na jó van, akkor a gólya is jól van, ez jó. Kiszabadult, most már ott van Aszuánnál. Hát lehet, hogy még ott áll. Attól függ, hogy levették, vagy elfelejtették levenni a szeméről a kötést. Igen, de most csak elengedték 4000 kilométeres autózás után. Csabi, hello, jó reggel! És ez a gólya, amikor megérkezik jövő nyáron ide Magyarországra, jó reggelt, akkor nem fogja érteni, hogy mi ez a nagy öröm. Eddig is azért örültek, amikor megjött, mert hát jön a nyár, de most egy fogadó bizottság lesz. Emberek ezrei, vagy akár milliói állnak ott, hát és igen. Üdvözlik. És abban a pillanatban visszafordul, hogy jaj. Meg ugye, ha Prius ott van, nehezebben találsz párt, tehát hogy azért nem lesz egyszerű élet ennek a gólyának jövőre. Nem erkölcsi bizonyítvány, ezek már nincsenek. Hát, állásinterjúknál itt-ott, azért ez nem egy egyszerű helyzet. Igen, mondjuk, hogy a családot tud alapítani, mert köztudott, hogy a csajok sokkal jobban mozognak a rossz fiúkhoz. ez igaz. Jó, de csak akkor, hogyha vasalva van. Ja. Hát ez hallottad egyébként. Hát ez most már Feri az első. De tök fura volt hallani a Ferinek a hangját. Úgy, hogy tudjuk, hogy ez még a régi ráncos Feri. Igen. Nem, az a jó ebben, hogy tényleg a Feri most valahol rendezvényen vezet műsort, nem hallgatja az adást. Ezt de... mondta, hogy rendezvényen van. Vagy legalábbis ezt mondja, igen, de hogy 10 után majd mindenki megy, hogy hallom, vasalsz mi? Hallom, hallottad, és hát, hogy hallom, te vagy az, a... és fogalma nincs, hogy miről beszélünk, csak azt tudja, hogy a heréje ki lesz vasalva. Igen. Tehát, hogy ez... Te? Lejön majd a színpadról, és meg kette hátba, mert itt te vagy az első, csap bele. Te vagy az első, Móka, Miki vagy. Büszkék vagyunk rád. Fogalmad, mi, ez herét vasalni. És kap majd egy SMS-t egész új kigyors veled van. Igen, tarts ki. Egyébként igaza van a Csabinak, mert lehet, hogy ő azt mondta, hogy rendezvényen van, de lehet, hogy nem rendezvényen van, hanem éppen most azt kérdezi, hogy nagy a baj, doktor úr. Gőzvasaló, vagy csak sima? Mire lesz szükség? Na, hívjuk a vasalva nem hosszabb, vagy nagyobb. Érted? Tehát a vagy kivesznek belőle egy darabot? Vasalva, hát dupla nadrágot kell majd hordania. Megnézzük, hogy mondja, hogy morning show. Esetleg morning show? Oh! Hey! Jó reggelt, hello! Hello, Pati! Ugye arról beszélt nekünk a mi kis madártali szakértőnk, hogy lehet, hogy a gólya se egyébként magyar madár, csak afrikai idejön költeni, majd visszamegy Afrikába, tehát nem is nagyon lehetünk arra büszkék, hogy ez egy magyar madár. Te azt írtad nekünk, hogy gólya afrikai madár, csak idejön költeni? Mi a hír Petőfivel? Ő is afrikai, csak idejött költeni? De rossz! De szerettük, jó volt! Nem. Nagyon fáradt, nagyon beteg, de jó. Teljesen rendben van. Pati, te vagy a naphallgatója. Köszönöm, aranyosak vagytok. Küldünk neked egy klassz kis ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket, hallom, úton vagy? Hát most éppen a Kőröshegyi Völgyhídon szokatolok át. Na, az szép. Jól van. Küldjük neked akkor, jó? Köszönöm szépen. Ciao, hello. Sziasztok. Csabi, remek zenéid vannak? Remélem, megbocsájtják a hallgatóink, hogy innentől kezdve nem az altesti vasalásokkal, meg egyéb szervekkel fogunk foglalkozni, hanem a zenékkel.
a remek zenékkel. November 11 az időpontja a Lady Gaga harmadik lemezének a megjelenése. Ez az Art Pop címre fog hallgatni, és erről egy újdonság, egy előzetes, az Applause a következő órában hallható. Jó az a dal. Nagyon. Többször kell meghallgatni, hogy az ember szeresse, de egy idő után elindul. Persze. 555-55-00, itt tudtak Csabitól dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Már Feri is lesz, úgyhogy holnap hárman vagyunk. Szevasztok! Ciao, ciao.